5000 néző egy futsal eseményen Magyarországon egy jó darabig valószínűleg nem várható, tehát nekik ez nem is életük, volt. Nem is volt, úgyhogy ez az életük meccse, most kell bizonyítani. Megvan a magyar kezdő ötös. Balázs, Trencsényi, Lovas, Nagy Tamás és Angyalos. Igen, váratlan, valamennyire váratlan húzott a mester, hiszen az első sorunkat úgymond az összeszokott évek óta együtt játszó első sorunkat most a kezdéskor a padon hagyta, és a Berettyóújfalui sort választotta. Velük volt valószínűleg jobban megelégedve az előző mérkőzésen. Őket kiegészítette most Nagy Tamással, aki megbízható védőjátékos. Kicsit gyorsaságban, összeszokottságban talán most a Berettyóújfalaktól többet vár, hiszen kb. 5-6 éve ők már együtt játszanak, az elmúlt két évben ők nyerték meg a magyar bajnokságot. Angyalos András például kifejezetten biztatóan mozgott az előző találkozón, úgyhogy meglátjuk, de mindenképpen azt várom, hogy nagyon gyorsan fog cserélni, tehát 2-3 perc után már szerintem a következő sorokat látjuk a pályán. Én azt hiszem, hogy ez a magyar futsalnak a legnagyobb ünnepe. Ebből a képből kiderül, hogy hihetetlen sokan szeretnék a sikert, hihetetlen sokan szeretik a futsalt, és ezért jöttek ki ennyi. Mondjuk a szervezők is megtettek mindent, mert még 300 jegyet a nézők rendelkezésére bocsájtottak. Hát én azt mondom, hogy aki valaha is járt a Holló utcai salakpályán, annak most könny csordul a szemébe ezt látva. Garaba Imre és Krisztián Karembő. Krisztián Karembő egyébként az UEFA futsal nagykövete. Garaba Imre meg hát sokszoros magyar válogatott kőkeményvédő. És egyébként részt vett azon a futsal világjátékokon, ami annak idején Budapesten volt, amit a magyarok nyertek. Ez nem hivatalos világbajnokság volt. Annak idején még a nagypályasainkkal léptünk föl, és egy szép eredményt értünk el. És ez nagyon remek gesztus volt a szervezőktől, hogy őt is meghívták. Egyfajta emlékezése adott lehetőséget, ugye Garaba Imre jelenléte. Természetesen ugye a etiket... Garaba Imre egyébként zuglói, tehát... Közel lakik az arénához. Nem hiszem egyébként, hogy emiatt választották ki őt. Az etiket úgy kívánja, hogy megemlítsük a cseh kezdő ötöst is. Meller, Gluhi, Kopecky, Fritz és Resetár. A játékvezető Stefan Kammerer Németországból, a segítője Marcelino, Blaszkeze, Sierra Spanyolországból, fehér fölső, fehér nadrág, fehér sportszár a magyar válogatottnak a viselete, pirosban megszokott egyenruhájukban a csehe. És akkor egy jó roham, jaj, 14 másodperc alatt még senki nem rúgott gólt ezen az Európa bajnokságon. Jó, mondjuk egy kicsit szerencsétlen volt Fritz mozdulata, de minden esetre gyönyörű volt, ahogy Nagy Tamás ott eljött a bal oldalon. Fontos, hogy az elején jól kezdjük, hiszen az Azerbajdzsán ellen két perc után gólt kapunk, és azért az hosszú percekre visszavetette a csapatot, tehát gondolom, hogy erre is felhívta a figyelmet Kozmoniája, hogy első perctől kezdve fontos a koncentráció. Látjuk is, hogy mindjárt egy helyzetet tudunk kezdeni. Nagyon érdekes polémia alakult ki a válogatott játékosok között is azzal kapcsolatban, hogy hopp, egy szép megoldás volt, gyönyörűen csinálta Angyalos. Ó, gyönyörű látni ezt. Ennyi szurkoló kijött. Hát annyira ki van éhezve Magyarország bármiféle sportsikerre is. A legjobb példa erre az volt ugye, amikor az Overdose nevezetű ló edzett. Egy angol ló, egy felvidéki magyar tulajdonossal, de Magyarországon futott és kimentek 40 ezeren az edzésére. Hát hasonlóképpen itt az Európa bajnokságon is innák az emberek, ki vannak száradva a sikerre. Egyébként ő Meller kapus volt, a cseháló őr. Érzik egyébként a fiúk is, és alapvetően a továbbjutás volt a cél is, tehát gondolom, hogy mindent elkövetnek. Amennyiben az A csoportból a második helyről tovább jut a magyar válogatott, és miért ne jutna tovább, így a B csoport első helyezettjével az olaszokkal fognak játszani. A sportklubban egyébként megnézhetik majd az olaszok stílusát. Ők győztek Ukrajna ellen. És nagyon finom játék! Megforog! De szépen csinálta a Trencsényi! De az első mérkőzéshez képest legalább csillognak és nincsenek betolva! Igen, hát 3 napunk volt. Az első mérkőzés gondolom kielemezték alaposan Kozma Mihályék, és hála jó Istennek végre egy kicsit bátor, agresszív fiúkat látunk. Így kell játszani hazai pályán, mitől félünk, rájuk kell menni, és minél hamarabb meg kell szerezni a vezetést. Na hát akkor már ez milyen jó statisztika, hogy nekünk már volt 4 próbálkozásunk. Kijev is jöttünk, az azeriek ellen nem lehetett ilyen játékot látni. Ott egyébként a közönségnek a kritikája talán nem volt annyira alaptalan, amikor a vége felé azt kiabálták, hogy harcoljatok. Hát legalább egy kicsit, te is ezt mondtad, hogy csupa jó fiú volt ott az azeri mérkőzésen a magyar válogatott mezőn. Kicsit rossznak kellett volna lenni, nem? Kicsit csibésznek.
egyetlen egy szabálytalansággal sikerült letudnunk azt a mérkőzést, de mindenféleképpen többet várok azért a fiúktól. Egy pillanatra láthattuk a cseh válogatott szövetségkapitányát, Tomáš Neumann, aki egyébként élő legenda Csehországban, hiszen ő játékosként rettenetes sok gólt szerzett. Nézzük ezt a formációt, legyen ez a legjobb próbálkozás Resetár részéről. Jól lépett be Angyalos, annak pont elég volt, hogy a Resetár egy kicsit kitolódott az oldalvonal mellé. Kozma Mihály szövetségkapitány látható. Amikor befejeződött a csehek-azerbajdzsán elleni mérkőzése, mindenki megkönnyebbülten dőlt hátra, legalábbis a szurkolók közül, és hát néhányan ugye a szakvezetésből is azt mondták, hogy ez a cseh együttes legyőzhető. Igen, és hát az eredmény alapján is, hiszen a döntetlennel tovább jutunk, hiszen mi csak 3-1-re kaptunk ki az azeriektől. Lódi Tamás, kicsit szokatlan helyen a kispadon ücsörög, ez az utóbbi 128 évben, ez azért nagyon kevés alkalommal fordult elő, hiszen Lódi alapember a magyar válogatottnak. Igen, a Lódi-Gyurcsányi páros nagyon hatékony, nagyon sok gólt szereznek, talán a Beregyújfaliak erősebb védekezése miatt választotta most a szövetségkapitány ezt a formációt, hiszen kicsit sebezhetőbbnek tűnt az első sorunk védekezése az előző találkozón. Egy kicsit hosszan szöktette magát Trencsényi, és Balázs Zoltán ragyogóan jött ki, és ettől megizmosodhat az önbizalma, így van, biztatja, és 2-1! Jó volt, minden esetre jó volt ez, na hát Meller jól jött ki a kapujából. A magyar bajnokságban is a Berettyújfalu egy kifejezetten jó védekezési csapatnak mondható, nem véletlenül ők a kétszeres magyar bajnokok. Szitkó Róbert tökéletes munkát végzett, ugye? És valószínűleg most ő is hát a televízió előtt figyeli, meg hát Debrecenben nyilvánvalóan kiment az ottani csoportmérkőzések, de tanulás szempontjából is jó ez. Egy picit hirtelen elmúlt a magyar támadás kihozatala, Belej 11-essel, 14-essel itt van a pályán Janowski, 3-assal a vendégeknél Polášek, 2-essel pedig Blazsej. Az első pillanatok forrongása egyébként arra, hú, ez innen elég veszélyesnek tűnt. Belej volt, aki kapura lőtte a labdát, megpattant egy védőn, Trencsényin. Minden esetre nem lett gól belőle, az a szerencsénk. Szóval ott tartottam, hogy hát a játékosok egyfelől azt mondták, hogy őket megzavart. Cseréltünk közben. Igen, köszönöm szépen. Szóval, hogy 5-össel Nagy Gábor a pályán, az első mérkőzésen nem játszott, ő kemény védő hírében áll. Igen, Tóth Szabolcs kimaradt a keretből, aki az első mérkőzésen az egyik azerbajdzsáni gól előtt hibázott. Most a Beregyújfali sorban Nagy Tamás hozta be helyette Kozma Mihály, és emiatt ugye érdekes volt, hogy a második, illetve annak idején első sorunkat hogyan rakja össze. Várható volt, hogy Drót Zoltán maradjon, hiszen jól játszott az azeriek ellen. Úgyhogy Nagy Gábor futre került, de most Tóth Szabolcs helyett védekezésben. Ő a Koros Spektrum Aramis játékosa. Mióta? Régi butordarab már a magyar futcában. Nagyjából a klubból egyidős, nem? Az ő tagsága. Meller jött ki a kapuból, és aztán zavarba lehet hozni a csekapust. Szerencsére a késő jövők, hát nem is tudom, szerencsére a késő jövőknek meg kell szerezni a helyét, mert hát ha nem lenne ilyen nagy az érdeklődés, akkor csak simán leült volna az az ember, aki ugye ott későn érkezett. Gyurcsányi Zsolt, Lódi, és itt van 14-essel Drót, Meller. Egyébként azért hívják Futrénak, mert még annak idején hosszú haja volt, és ugye a portugál legendához hasonlóan akkor fiatal, gyors, hosszú hajú süvölmény volt. Tehát az idő elmúlt, de a rutinja nem még kamatoztatható, úgyhogy nagyon nagy szükségünk van rá. Már az első mérkőzésen is indokolt lett volna a pályára lépése. Futreindítása nagyon remek, és Meller zseniálisan jött ki a kapus, de ennél még gyönyörű volt Futre pattintása, és hát ugye egy kicsit megritkult a haja, miközben Mellert látjuk, és Gyurcsány Zsoltot szerencsé, hogy nem Kocseknek becézik a csapattársak, Nagy Gábor. Igen, Lódi. És szerencsére most már azért egy több lendület is van a csapatban, bátrabbak vagyunk, mindenképpen ez pozitívnak mondható. Na kérem szépen, vörös hajfestékkel földhűzdelt szurkoló. Lódi, Drót, csörrel, meg gól!
vezetünk. Hát így kell ezt csinálni. Meller, aki nagy bravúrokat mutatott be. Hát most ezt egy kicsit hanyagabbul kezelte, de nem baj ez nekünk. A Spinyó. Visszapasszra számított a Glódi Tamási öt lendületből, és Góc Zoltán lövést választott, amivel meglepte a kapust is, meg a csevédőket. Fritz volt az, aki egy kicsit, hát mélán helyezkedett ott. Ragyogó. Nincsen. Megvan az első szabálytalanság. Glódi Tamást nyakszírten sújtotta. Úgy van, Fritz. Az előző hibájából kifolyólag ugye a dühét levezette Glódi Tamáson. Valószínűleg most a zuglóban lakók egy kicsit mérgesek lehetnek, mert nagyon hangos az aréna. Na de hát ez nem baj. Ez nagyon vártuk. Ezt vártuk, így kellett. És hát nézd oda, hogy mennyire szeretik a magyar emberek a labdarúgást és a futcát is. Nem zavarta meg őket, hogy a puffadt azerbajdzsániak legyőztek minket. Nagy parkodás itt a bal oldalon. Szerencsére nem volt jó Resetár beadása. Meller. És ez kint volt, Kozma Mihály mutatja, csere lesz a magyar együttesnél. Jön a kezdősor. Mintha a cserék is gyorsabban törődnének most, mint az első mérkőzésem. És hát nagyon jók vagyunk, mert vezetünk 1-0-ra. Nagy Tamás. Angyalos hátra. Lovas. Valahogy nem érződik, hogy a csehek jól állnának védekezésben, mert eléggé össze-vissza futkoznak a pályán. Jó, hát mondjuk mi a védekezés nagymestereit láttuk, ugye az olasz válogatottat, a portugál válogatottat, meg a fehér orosz válogatottat, ahhoz képest. Mi viszont jól játszunk. Igen, gyorsabbak vagyunk, és több mozgás jellemzi a játékunkat, mint az első mérkőzésen. Hát ha másért nem, ezért érdemes volt elhozni Magyarországra ezt a kontinens viadalt. Mert hogy ennyi néző élőben láthatja a parketta ördögeit. Fontos volt elhozni, mert ez egy jó játék, és kell neki a reklám. Fontos lenne, ha Magyarországon is rákapnának az emberek. Egyre több csapat alakulna. A magyarok szeretik a focit. A nagypályás labdarúgásban az elmúlt években finoman szólva sikertelenek voltunk. Itt van egy olyan labdajáték, ahol viszonylag gyorsan, könnyebben jó eredményeket tudnánk elérni. Kopeckit látjuk, amint éppen kiballag a labdáért, 19-essel pedig Angyalos. Elég egyszerű megoldással próbálkozott Kopecki. Hosszúra jöttek. Mindenkire jutott egy kis piros-fehér-zöld festék. A döntőt egyébként Debrecenben rendezik majd. Balázs Zoltánnak azon az egy brabúron kívül nem volt más dolga ezen a mérkőzésen, szerencsére mondhatjuk. És hát ugye a magyar csapatnak a dominanciája mutatkozott meg eddig. Ha most egy ilyen labdabirtoklási számpárt összeállítanánk, akkor kedvezőbb képet mutatna nekünk. Hopp, nem érkezett ott. Mert a két sorunk között annyiban mutatkozik különbség játékban, hogy a Berettyói faliak több mozgása a négy játékos folyamatos forgásával fárasztják az ellenfelet, míg a másik sorunknál Drót Zoltán kifejezett centerjátékot játszik, és őre próbáljuk föl passzolni a labdákat, és arra érkezni. Meller, a cseh csapat kapusa meglehetősen aktívan szerepel a piros trikósok támadásában. Bluhi, a csapatkapitány, őt egyébként a nagyon pengés játékosok között tartják nyilván Csehországban. Tehát ezt most nyilván nem itt kell, hogy kiderüljön. Fritz. Tamás Neumann. 1970-ben született a szakember. Glódi. Egyébként az egyik sportszergyártó cég magyarországi képviselője magyar válogatott játékosoknak nemzeti színű cipőt ajánlott föl. Ó, de szerencsénk volt ennél a helyzetnél. Egy kicsit messze érkezett Glóvnak az átadás. Igen, és ugye megint ez a sorunk az, ahol egy kicsit lemaradozunk. Jobban kell figyelni, mert azért csehek is gyorsan járatják a labdát.
Följavultak a csehek próbálkozás tekintetében. Nagy Tamás, Lódi, Gyurcsányi, illetve Drót a pályán. A gólszerző együttes, Drót Zoltán. Hoho, van érzés. Nagyon bátran játszott az azeriek ellen is, és most is a gólja minden dicséretet megérdemel, úgyhogy... Szemfüles és Pimasz gól. Le a kalappal, fiatal játékos, nem régóta van a futszában. Jót tett neki, hogy azért egy komoly, erős csapat alakult Győrben. Ez az egyik hozadéka is egyébként ennek a futszál Európa-bajnokságnak, hiszen Horváth Csé Attila vezetésével nagyon komoly törekvések indultak el Győrben. Vince Otto a szakmai igazgatója a futszál csapatnak, úgyhogy érdemes őket is figyelni majd. Ez különös, hogy évről évre mindig egy bázison egy nagyon nagy csapatot építenek, csak hát a probléma az, hogy ezek nem maradnak fönn hosszú ideig. Igen, hát korábban ugye Gödöllő volt egy ilyen bázis. Természetesen ők tovább dolgoznak, csak kicsit más anyagi lehetőségek közepette. Most úgymond a Győr az, ahol ilyen kirakat csapatot építettek. Mellettük azért megvannak a... Balázs Zoltán nagy bravúrja, bocsánat, mellettük megvannak a sportág nagy öregjei, mint az Aramis, a Csőmontás vagy a Rubeola, és természetesen a mezei József által támogatott Berettyó Újfalu, ami azért két éve egyeduralkodó Magyarországon. Gyurcsányiról pattant ki a labdát, Berettyó Újfalu egyébként mezei úr nem látványos dolgokat művel, de kiegyensúlyozottan, egyenletes tempóban haladnak fölfelé a magyar futszál csúcsa irányába. Sőt, hát már ott is voltak ugye kétszer. Igen, szép munkát építettek igazából, sztárjátékosok nélkül, saját erőből. Egy élcsapatot ütöttek össze. Tendenciázus munkával, igen. Hátra van még az Európa-bajnokságból két csoportmérkőzés, Portugália-Spanyolországgal játszik majd, az különösen pikáns derbi lesz, valamint Szerbia-Oroszországgal. Itt egy kicsit hibázott a csehek 11-es számú játékos, a Belej. A második ilyen gólhelyzete a cseheknek. Úgy látszik, hogy azért itt védekezésben bizonytalanabbak vagyunk. Drót teszi hátra Nagy Gábor, Gyurcsányi. Nagy Gábor, Gyurcsányi, Lódi. Most letámadással próbálkoznak a csehek. Egyfajta ilyen lágyabb letámadással. Belej. Drót támadja a cseh játékost. Polásek. Vele szemben Lódi. Ez jó, ha itt hátul adogatnak a csehek. Igen, csak követni kell a befutó játékosokat, mert hogy figyeljük, folyamatosan tud be középre mindig valaki, az fölpasszolják, és utána mindig megvan a beinduló. Ezeket el kell követnünk, hogy ne legyen olyan helyzet, mint már kétszer is volt, hogy üresen kaphatja a kapujat valaki. Azt meg kell adni szabálytalanságnak, a 19-es számú Angyalos került a földre. Janowski. Miután földre került, utána lépett Trencsényinek, és aztán ott egy elég komoly esés nyomait kell majd föltakarítani a személyzetnek. Csöndes cseh szurkolók, nem baj, ugye, ha csöndben ülnek? Így üljenek. Ott benne vagytok a tévében, srácok. Tökéletes munkát hajtott végre a kisasszony. Marcelino Blázquez Sierra-nak is tetszett a felszárítós akció. Lódi, Blázquez sárgalapot kapott a kíméletlen belépő! Jó! Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű gól! Gyurcsányi Zsolt és Lódi Tamás! Hát ez nagyon igényes támadás volt. Ez a két játékosunk az, aki ezt a váratlan dolgot meg tudja csinálni. Ők nagyon jól összeszokott játékosok, nagyon jó páros. Ez az, ami ugye az első meccsen hiányzott. Megvan a fölpassz, egy irányváltás és a visszakapott labdát nagyon szépen a rövid fölsőbe. Most kellene majd, hogy visszajöjjön a védekezőbb sorunk. Igen, már a pályán is vannak, úgyhogy remélhetőleg biztonságot megadják most a csapatnak, és aztán utána újból lehet egy kicsit a kreatívabb játékosoknak szerepet kapni. Ahogy már megszokhattuk, ugye itt az Európa-bajnokságon mindig szakaszokra osztják fel az edzők a mérkőzést. Hát szegény Tomás Mellernek ugye a legfontosabb dolog itt Lódi lövésénél az volt, hogy elhajoljon előre, tehát az életben maradás volt a cél, mert iszonyatos erővel pörölyözte Lódi Tamás kapura labdát. Egyébként az olaszok ilyet
jó, csináltak ilyet. Klasszikus futszálos mozgás volt, hogyha láthatnánk lassításba, ugye fölpasszolt a Gyurcsány Zsolt, talpal átvette, visszakészítette, közben Lódi Tamás egy irányváltoztatással lerázta a védőjét, és már tiszta lövőhelyzetből tudott kapura lőni. Ez legyen a legjobb lövése Kopeckinek, a cseh válogatott 8-as számú játékosának. Hát ez valahol a stratoszférában csapódott le. Itt pedig a tréner Tomás Neumann. Lovas a pályán, Angyalos, Nagy Tamás. És hát mekkora tartást adott Balázs Zoltánnak a védése, ugye? Az adott szituációban erre emlékezhetnek a nézők. Mert hát abból alakult ki az, hogy Drót Zoltán megszerezte az első gólt, utána pedig Lódi egy kis pihentető szakasz, egy gyönyörű, egy pazar gólt lőtt. Nagy Tamás. Nincsen szabálytalanság. Lehet, hogy esetleg már a magyar játékosok hozzászoktak ahhoz, hogy az európai játékvezetők egy kicsit más stílusban irányítják a mérkőzést, mint amit idehaza megszoktak? Mert hát jobban engedik a kemény játékot. Igen, most például nálunk ugye ezt lefújták volna a szabálytalanságnak, megint nem fújta le a játékvezető, de én azt mondom, hogy ez azért inkább a jobb így a játék, tehát azért ne álljunk meg minden egyes kis apró valaminél. Resetár követte gyönyörűen a 8-as számú lovas. Kozma Mihály pedig egy kicsit, hát ez a lövés sem volt kisebb, mint az előző. Úgy néz ki, hogy a cseh válogatott tagjai a nagyot rúgó Európa-bajnokságra jöttek el, és nem a góllövőre. Fritz volt az a 9-es számú játékos, aki megpróbálta. Hát ott nagyon kell figyelni, ott nem szabad egy pillanatra sem elbambulni a kapu mögött, ugye, mert hát akkor abból komoly baj származhat. Megpróbálták a letámadást a csehek, de nagyon mozgékony ez a sorunk, tehát most látszik is, hogy inkább egy kicsit visszább jöttek, tehát nem jól gurigáztuk ki őket az előbb, tehát ügyesek voltak a fiúk. Drót, Lódi. Az iram is jóval nagyobb, mint a pufik ellen. Igen, Shaquille O'Neal dupla klónját láthatjuk, hogy az Azerbajdzsán válogatott. Kíváncsi vagyok, hogy vajon a... Hopp, szépen eltörte ezt a támadást Nagy Tamás. Fritz próbálkozott, szóval a szállodában, ahol laknak az azeriek, hogy a szakács mennyit dolgozhat arra a kicsit puffat azeri játékos, aki egyébként Brazíliában nőtt föl, az ottani sült húsok eredményét láthatjuk az ő testén. És ami még változás az első mérkőzéshez képest, hogy a gyerekekben van tűz, meg hogy kemények. Igen, és akik esetleg annyira nem figyelték a játékot, csak hallomásból értesültek róla, hogy ugye a bihari csapat kétszer egymás után bajnoki címet tudott szerezni, azt most itt láthatjuk élőben, ezt a fegyelmezett játékot, a sok mozgást, ez meghozza a gyümölcsét. De az nem a véletlen műve volt, így van? Nem az ellenfelek voltak, tehát nem az ellenfelek játéka alakult úgy ki, hogy ebből jól jöhetett föl a válogatott. Az azeri kapus. Az azerbajdzsáni kapus, aki egyébként lehetne mondjuk pénzügyi szakember is, mert olyan picit olyan behajtós. Köszön hallgassuk hozzá, Mihály! A szélére húzzuk széjjel, hogy középen is föl lehessen passzolni! Középen nem lehet labdát veszíteni! Egyről vissza! Nem lehet! Viszont át kell menni a labdának a térfélre! Ha tudjuk, belevesszük a kapus is átveszíteni a térfélre! Legyen kire felpasszolni, mert különben nem csináltunk semmit! Ki van már? Ide figyelj rám, nem érted a víz! Én rám figyeljél, baszd! Kozma Mihály mellett. Kozma Mihály is egy kicsit bátrabban szólítja meg a fiúkat, mint az előző mérkőzésen. És hogyha figyeltünk... Na jó, most nem figyeltünk, a figyeltünk, és láttuk már az olaszokat játszani, pont azt kérte tőlük, amit az olaszok játszanak, hogy húzzuk ki őket a két szélére, hogy középen fel tudjuk passzolni a labdát, mert hogyha nem megyünk ki a szélére, nagyon behúzzuk a cseheket, és ezáltal nem lesz hely a hátsó embernek fölpasszolni a labdát előre a centernek. Tényleg igaz ez a meglátásod, hogy Kozma Mihály ugye az azeri mérkőzésen nem volt ilyen, hát hogy mondjam, határozott. Rajta is azért nagy nyomás van, hiszen nem sokan vannak Magyarországon, akik a futszából élnek, ő közéjük tartozik, neki végül is csak ez a dolga, hogy ez a csapat jó legyen, úgyhogy eredményt kell felmutatnia, amit úgy látunk, hogy most jól állunk ezáltal, tehát jól dolgozott. Kozma Mihály jobb kezénél egyébként Frank Tamás, a Color Spectrum Aramisnak a törzsjátékosa, mint segédedző át, ugye, illetve másodedző, igen? Igen, tehát aki játékos edzője az Aramisnak, de
nyugodt szívvel akár a válogatottban is játszhatna, tehát egy jó képességű játékosról van szó. Néha megemlítem, hogy a magyar futszál nincs olyan széles alapokon, és hogy kevesen vagyunk, nincs sok játékosunk, de azért a bajnokság erejét jelzi, hogy ugye például az egyik nagyon jó játékos a válogatott pályaedzője, nem pedig ugye játszik, pedig játszhatna, illetve a bajnokságot vezető csőmontásból egyetlen egy játékos sincs a keretbe, kivéve ugye a tartalékkapus Revelazolt, holott a csőmontás ugye torony magasan vezeti most a bajnokságot, mind a Berettyóújfalut, mind a Győrt legyőzte bajnoki mérkőzésen. Egy pillanatra azt láthattuk, hogy Polásek ugyan férfi nadrágban futball az idején kislányos mozdulatot hajtott végre, az előbb elég kancsa rúgás fajtát mutatott be. Janowski és Jön Tomás Meller. Frank Tamás egyébként a futszál utánpótlás válogatottnak a szövetségi edzője. Tehát ő nem csak mint segéderő dolgozik a nemzeti válogatottnál, hanem a korosztályos együttest is irányítja. Talán a torna történetében először láttunk egy ilyen mozdulatot, hogy Balázs Zoltán áthajította, vagy hát egy kapus áthajította az ellenfél kapusához a labdát. Blazsej kettessel. Még mindig biztosabb így, mintha esetleg rossz helyre dobná, vagy elveszítenénk mi. Polásek! Az ő szerepeltetés ez kicsit megnyugvást jelent számomra, mert hát hogy mondjam, ő egy picit ilyen pánik jelleggel futballozik. Blazsej! Nagyon szépen ment Nagy Gábor, és aztán odaért még Angyalos András, a legjobb korban lévő játékos, 28 esztendős Berettyóújfalu futballistája, vagy futszálistája, lehet így mondani? Nagyon elterjedt most már a futszál, azért szeretem én, amikor csak teremfocinak hívjuk, mert ez a mi szavunk rá, de tény, hogy nemzetközileg most már egy külön szakág. Dolly és a trombitás Freddy becenévre hallgató együttes tagjai. Fújni kéne, kérem szépen, azt a részszerszámot. Hát ha tudnánk csehül, Tomás Neumann szavait akkor innánk, de hát ők állnak csehül, úgyhogy nem kell, hogy hallgassuk rájuk. Nagyon kevés idő van már csak hátra az első fél időből. Ez a két gólos előny megnyugtató lehet szünetig, vagy esetleg még kéne egyet csavarni? Nem, úgy gondolom, hogy kockáztatnunk nem szabad. Ugyanezt a játékot, ha tovább tudjuk játszani, akkor az eredményezhet újabb gólokat. Még inkább megszilárdítani kellene, és még jobban figyelni, mert azért egyszer-egyszer lemaradoztunk, tehát egyelőre ez így megfelel nekünk tökéletesen. Várjuk, hogy a csehek mivel próbálkoznak, mit tudnak újítani. Azt szokták volt mondani a külföldiek, hogy hát a magyar nyelv az meglehetősen nehéz, akkor próbáljanak meg csehül beszélni, nem? Hát abban is aztán van elég sok nyakatekert szó. Szerintem nem nehéz a magyar. Ja, hát igen. Ó, a Plaspigárról jött egy hölgy vörös sapkában. 13 perc játék után 2-0-ra vezet a magyar együttes. Drót Zoltán, illetve Lódi Tamás volt a gólszerző. Kopecki nézelődik. Egyedül talán a cseheknél itt az időkérésnél Michal Belejt láttam olyan rendes meccs hangulatos. Uff! A kollégának majdnem sikerült levadászni a munkaeszközt. Sőt, ő hárította a lövést a kameracsövével. Kölcsönhatás van azért a szurkolók és a játék, illetve a magyar csapat játéka között is, hiszen mintha a nézők is lelkesebbek lennének, hangosabbak lennének, és talán ez is egy kicsit megfogja a cseheket, hiszen azért ott is amatőr a játék, tehát nem nagyon hiszem, hogy 7-8 ezer néző előtt szoktak ők otthon kispályás focizni. Egyébként pedig, amikor a magyar válogatott Dél-Amerikában, egész pontosan Brazíliában járt, hát ott azért nem üres csarnokokban futballoztak. 10-20 ezer néző. A szerényen, nem? Erre a 7000 nézőre még egy nagypályás első osztályú klub intézője is meglehetősen. Hát irigy lenne Drót! Jó belépő volt a cseh játékos részéről, Gyurcsány lövését Tomás Meller megfogta. Kicsit többet lőnek a csehek, de hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy ők a távollövő bajnokságra érkeztek, és nem a pontos lövőre. Tízessel itt van Resetár. Balázs Zoltán, nagyon nagy bravúr, Lódi fordul, a Gyurcsány indul a bal oldalon, Drót helyezkedik, ó, és Drót Zolinak vissza kellett volna adni, de egy csöbbet azért kikerekedett belőle.
és Balázs Zoltán zseniálisan védte a kaput úgy, hogy hát ezek a mezőnyjátékosok általában megpróbálják a kapusok lába között átlőni a labdát, és ehhez ő most ragyogóan leér. Gyurcsány, drót, visszaadhatta volna Lódik érte, de nem volt ez rossz drót részéről. Egy újabb szöglet. Mindent bele, hát egy kicsit a közönség még szeretne, hát persze ilyenkor mohó a szurkoló, amikor két góla vezet egy magyar válogatott. Gyurcsányi, drót. Történt egy szabálytalanság, a cseheknek ez a harmadik hibája az én számításaim szerint, ugyanis drótot föltartotta az ellenfele. Gondoljunk csak bele, hogy egy nagypályás Európa-bajnokságon egy magyar válogatottak mikor lesz esélye egyáltalán ott lenni. Most ugye itt meg arról van szó, hogy tovább juthatunk. A legjobb 8 között fogunk az olaszokkal játszani, ha így alakul. Valószínűleg megállna az élet Magyarországon, nem? Ha ez egy hétköznapi nap lenne, akkor munkaszüneti nappá hirdetnék ki. Az ország olyan ember, aki szereti a labdarúgást. Nagyon jó megoldás, Gyurcsányi Lódi! Az bent volt! Az bent volt! Bíró urak, tessenek megadni ezt! Megint ketten oldották meg, megint ketten érezték nagyon jól egymást! És ez itt ez hogy volt? A gólvonalról. Van nekünk egy védőjátékosunk, Lohi? Hát ezzel valószínűleg bekerül az évvégi összefoglalóba. Onnan egy centiméterről hogy kell mellé lőni a labdát? A sporták szépsége megint megmutatta magát. Egy 10 másodpercen belül két 100%-os helyzet, két gyönyörű akció. Az gól volt, jó? Egy gól picit és egy helyzet. Picit hagyj legyek szubjektív. És ugye megint a Gyurcsányi Lódi párosunk. Nos? Gól volt. Gyerekek, az benn volt. Benn volt, bizony. Gyerekek, az benn volt. Németországban nem tudom, ilyenkor, ha egy rossz játékvezető ítéletet meghoz a játékvezető, akkor másnap a Bildben paradicsomot tesznek a szemükre, és megkérdezik, vak ez? Nem tudom, Herr Stefan Kammerer hogyan számol el ezzel, de persze... Reméljük, ugye... hogy ezzel nem fog múlni, minden jók vagyunk, sorra alakítjuk ki a helyzeteket, úgyhogy lesz még folytatás. De mint már említettem, a két klasszisunk, aki nincs ugye a cseheknél ilyen szintű játékos, megint nagyon szépen oldotta meg. Lódi Tamás bepasszolta, egy irányváltoztatással jött, és ballal nagyon szépen előtte. Ez most nem azért szól, hogy a többiek egy kicsit esetleg kisebb vagy kevesebb teljesítmény nyújtanak. Nem. Pont nagyon régóta együtt játszanak. Ők azok, akik pluszt tudnak hozzátenni, ők azok, akik váratlan tudnak húzni, de nyilván az egész csapat nagyon jó teljesítmény nyújt most. Különösen ez a Berettyó újfalú sor, aki a stabilitást adja, akik nagyon jól, nagyon keményen védekeznek. Jól tartják az eredményt, és hát ugye... Mert ők játszanak egy ilyen négyes játékot, míg a másik sorunk inkább 3-1-et játszik. Két szélén és egy középső emberrel, illetve a centerrel. Janowski, Balázs Zoltánnak ez könnyű adalék, és lehet indulni! Meller éppenséggel mezőnyjátékos is lehetne, mert hát nem ijed meg attól, hogyha ki kell jönni a munkahelyén kívül. Van olyan egyébként, amikor kapus lehozatal van, és emberfölénybe játszik egy csapat, hogy nem cseréljük el a kapust, hanem esetleg olyan jó képességű a kapus, hogy az jön föl, vagy ha esetleg olyan kapus, aki jól tud lőni, és ő ráhozzák ki a figurát. Picit úgy tűnt így futtában Tomás Meller, mintha a csillagszületik vetékedőben is elindult volna, vagy csak ilyen könnyű összetéveszthetőség az, ami megzavart engem? Ahogy nézzük, mindig visszapasszolják a kapusnak a labdát, de nagyon fontos, hogy a felező vonalon átmenjen, mert máskor nem lehetne vissza. Onnan kellett jönnie, gyönyörűen jött Nagy Tamás, és zűrzavar a cseheknél. Ebből nem lett gól. Szép szerelés, zseniális volt Nagy Tamás, és indulhatnak a magyarok újból kint. Tamás mellett! Hát ugye Nagy Tamás nem nyert meg. Nem olyan majrés típus Nagy Tamás, de itt azért apró fémhang hallatszott. Kint volt-e? Hát... De nagyon becsülendő a Berettyó faratnál, hogy ha hárman is érnek a kapu elő, mindenki vissza, nincs lemaradva. Gyerünk!
Trencsényi, bocsánat, Angyalos volt az. Védekezést igen. Egy pillanatra se kockáztatják, tehát mindig visszaérnek a kapu elé. Hallatszott Kozma Mihály utasítása, cserélünk. Az első magyar hiba. 18. percben. Angyalos Zoltán volt, aki, hát nem tudom. Megadható volt? Ne felejtsük el, hogy a UEFA futszál szekciójának egyik nagyon fontos vezetője cseh. A játékvezetői testület elnöke esetleg? Erre gondol? Úgyhogy itt azért nem számíthatunk túl sok jóra. Marcelino Blaske Sierra igazgatta el Janowskit. Tökéletesen is. Háromnál tartunk. Balázs Zoltán állítja be az embereket. Lódi. Micsoda koncentráció. Egy újabb izgalmas jelenet, amit megúsztunk, pedig ebben nem is volt olyan nagyon nagy erő, inkább taktika volt ebben, ahogy begurultott a Janowski. Balázs Zoltán úgy hárított, ott azért szépen becsurgott egy cseh játékos. Mondjuk azért Lovas is ott volt. Onnan, amikor Lódi nem ért hozzá, az szerencsés mozdulat volt, mert ő csak balesetet tudott volna okozni. Trencsényi, akinek a beceneve ugye Trenyó, ő volt az, aki útját állta a lövésnek. És a védekezésben nagyon, nagyon masszív a magyar együttes. Hol van Tomás Mellár? Ott van Tomás Mellár. Szerencsére a cseh válogatott, vagy hát nem is tudom, bal szerencsénkre a legjobbja a kapus Tomás Mellár. Gyurcsányi. És hát a közönség fantasztikus, nem? 18 játékperc óta nem állnak le a szurkolással. Gyurcsányi. Hopp! Azt hittem, hogy ez a kapu irányába megy. Felőfejes. Gyurcsányi Zsolt egyébként szentendrei származású. És az összes nagyobb klubban megfogjuk már. Ő is játszik Székelyi Bárhelyen. Egy nagy védés megint Meller részéről. Játszott a Bárhelyen. Győrbe, Gödöllőn, ismert alakjal, talán az egyik legjobb magyar játékos. Drót Zoltán ágyúzását hárította Tomás Meller, Putrénak szögletet kell elvégeznie. Mondtad, hogy nem túl szerencsés új cipőben egy ilyen nagy tornának nekivágni, hát itt azért használt cipőket, használt skárpékat lehet látni. Drót hátra, Balázs Zoltán. Nagy Gábor, Lódi, átkeveredik erre az oldalra. Hát fantasztikus jó barátságban van Drót Zoltán a labdával. Magas termete ellenére nagyon mozgékony, jól húzogat talppal, teszi-veszi a labdát, ami elengedhetetlen ebben a sportágban. És hát ugye a magas embereknek általában hosszú a fesztávolsága a karjának is, tehát a játékost, az ellenfél játékosát is el tudja tartani magától, ha úgy adódik. Bravo! Drót szépen fordult le! Gyurcsányi Zsolt! Kockázatos volt nagyon, mert középen csinálta meg a cselt utolsó emberként. Szerencsék volt, hogy el tudta húzni a cseh játékos előtt, utána viszont akár gól is lehetett. Ott van, akár gól is tehetne ebből. Nagyon kislányosan mozognak ezek a cseh legények. Szerencsére, és hát jó ötlet volt a rendezőktől, hogy megnyitották a alsó sorokat, ugye az első mérkőzésen ott nem ülhettek le a nézők. Az utolsó percből már csak 35 másodperc van hátra. Nullára vezet a magyar válogatott Csehország ellen, és ha marad így az állás, akkor a magyar együttes tovább jut ebből a csoportból, az A csoportból és a B csoport első helyezettjével, az olasz válogatottal találkozik, de hogy ez teljessé váljék, még egy pár másodpercet kell várni, plusz még a második félidőt. Tomás Neumann az, aki még egy taktikai utasítást lehet a cseh játékosoknak. Fritz lövése mellé ment, most már egy kicsit azért a
pontosság is jellemzi a cseh játékosoknak a lövését, mert eddig ugye csak erőből lövöldöztek, és megint csőrrel próbálkoztak a piros trikósok. Ez egyébként a futcában nem olyan meglepő eszköz, és hát ebben semmiféle olyan... Oly, de nagy szóló volt Drót Zoltán, és aztán Drót fegyelmezetten visszamegy védekezni. Ő volt az, aki oda csúszott Resetár lába elé. Lódi azért még a fiatal játékosnak egy pár gondolatot azért odaszórt, hogy a elkövetkező pár másodpercben hát ilyet ne nagyon kockáztasson. Nagy Gábor, vagyis Futra az, aki ott dédelgeti egy kicsit a labdát. Ragyogó siker első fél idejét, Kisteleki Istvánt láthatjuk, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkárát, elégedetten áll föl a szövetség első embere. Ragyogó mérkőzés, kiváló magyar teljesítmény, két gól hozzá, Drót, illetve Lódi révén, fantasztikus hangulat, egy kis pihenő következik értékelés a stúdióból, és aztán utána jövünk a második fél idővel vissza. Érdemes lesz velünk tartani. A szünetben vezetünk 2-0-ra a csehek ellen. Kassai Kézi Gáborra majd elemezzük az első félidő történéseit, de csak a reklám után. Játékos és egy kapus, azaz futszál. És 4+1 ok, hogy miért érdemes futszál EB-t nézni. Technikás, gyors, izgalmas, színvonalas és látványos. UEFA Futszál Európa Bajnokság a kontinens legjobb válogatottjaival Debrecenben és Budapesten, valamint nálunk a Sportklubon. Két ország legjobbjai küzdenek egymással. A Csíkszereda, az UTE, a Budapest Stars és a házigazda Dab Dokler találkozik Dunaújvárosban. Vajon a négyes fogadból ki diadalmaskodik a legvégén? Nézze velünk a MOL Liga döntőjét és megtudja. MOL Jégkorong Liga, a döntő, vasárnap este a Sportklubban. Brazil sztár csapatok. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, brazil sztárjátékosok, Wagner Láv, Rogério Ceni, Ronaldo, a legvarázslatosabb brazil trükkök és a legrangosabb brazil állami bajnokság. A Paulista meccsei januártól májusig csak a Sportklubban. Kizárólag csajos receptek januárban hétfőn esténként a Sportklubban. Nálunk nem a tűzhely, hanem a kapu mellett főznek ki ízletes csemegéket a szebbik nem tagjai. Nőuralom tehát a kézilabda magazinban. Amíg a férfiak az Európa bajnokságon szerepelnek, mosásfőzés, takarítás, addig hazánk legjobb női kézilabdázói tálalják a menüt. Hétfőn este 7-kor, csak itt a Sportklubban. Kérsz még? Kitűnően szerepelnek a fehérvári hokisok. Gyönyörű gólok, szenzációs védések, óriási skalpok. Vasankó, vezessünk negyedszer is, könyörgöm, igen! Igen, igen, igen! Vezetünk negyedszer is! Ott kell lennünk a rájátszásban. Így szurkoljanak önök is, hogy Ladányiék ismét győztesen hagyják el a jeget. Kispályán is nagy hatalmak. Kispályán is presztízs csata. Spanyolország nem csak nagy pályán, de futszálban is Európa bajnok. Portugália itt is elhódítaná tőle a címet.
Az UEFA Futsal EB egyik legérdekesebb meccse, a D csoport rangadója, a szomszédok csatája, Portugália, Spanyolország, a Sportklubban. Brazil sztárcsapatok. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Brazil sztárjátékosok. Wagner Láb, Rogério Ceni, Ronaldo. A legvarázslatosabb brazil trükkök és a legrangosabb brazil állami bajnokság. A Paulista meccsei januártól májusig csak a Sport. Eszközök. De ezek mind olyan játékok, amiket komolyan kell venni. Technológiájuk az igazi tudományokra épül, sőt, azoknak ihletője is lehet. Észbontó játékszerek. Szerdán a Dokuműsorán. A Dokuműsora elérhető az alábbi szolgáltatóknál. Magyarország, Csehország a futszál Európa-bajnokságon a szünetben 2-0. Kassai Kézi Gáborral együtt nézzük a mérkőzést. Más magyar csapatot látunk, hála az égnek, mint az azeriek ellen. Igen, hát jóval gyorsabban játszunk, jóval pörgősebb a játék, bátrabbak a fiúk. Azt gondolom, hogy a szövetségkapitány is jó döntést hozott, hogy a Berettyóújfalu 4-essel kezdte a mérkőzést, mert a védekezésük jóval stabilabb, mint a előző mérkőzésen első sorunknak. Úgyhogy ezzel a kezdéssel olyan stabilitást adott a csapatnak, hogy utána a második sorban a kreatívabb játékosok már könnyebben tudtak gólokat szerezni. Drót Zoli kezdte a gólgyártást, rögtön mutatjuk majd önöknek a legizgalmasabb pillanatokat az első félidőből, és aztán szerencsére a Lódi Gyurcsányi páros is belelendült a játékba. A meccs első helyzete a miénk, de nem mi hozzuk össze, hanem a csehek egyik játékosa. Nagy igyekezetében majdnem a saját kapujába löbbölte a labdát. Ez tehát még a védekező sorunk volt. A Mezei Vid Berettyóújfalu bajnokcsapatára épül ez a sorunk. Itt angyalos sarkazása, és aztán Trencsényi lőhetne gólt, ha használná a bal lábát, Trencsényi János, de jobban akarta megoldani ezt. Igen, de nagyon jó kezdés volt ez. Ugye az azeriek ellen másik percben gólt kaptunk, ez egy kicsit visszavetette a csapatot. Úgy tűnik, hogy egy picit sikerül jobban kezelni most már azt, hogy hazai pályán rendezik ezt a futszál Európa-bajnokságot. 7000 néző előtt játszott már a magyar válogatott például Brazíliában, de akkor ugye nem nekünk drukkoltak a brazil nézők értelemszerűen. Itt viszont 7000 ember szorít a Papp László sportarénában, és 7000 ember örjöngött velünk együtt itt a stúdióban, amikor Drót Zoli spiccel szemtelenül előtte a labdát a hosszúba. Igen, tipikus futszálos megmozdulás volt, spiccel váratlanul előtte, ugye nem kell nagyot lendíteni a lövéshez. A védők még Lódi Tamás mozgását is követték, tehát váratlan volt mindenféleképpen. Ugye passzra számítottak, és ő pedig elrúgta váratlanul. Nagyon szép gól volt, nagyon tehetséges fiatal játékosról van szó. És ez kell, ez a vállalkozó kedv, mondjuk ez jellemezte egyébként Drót Zolit az azeriek elleni meccsen is, csak ott nem volt szerencséje a lövésekkel. Ez a gól aztán egy picit talán mégis nyugtatta a magyar csapatot. Voltak lehetőségeik a cseheknek, itt először a 8. percen maradtunk le, és megköszönhettük azért az ellenfélnek, hogy ezt a helyzetet nem váltották gólra. Igen, Lódi Tamás maradt le. Szerencsére ezt megúsztuk. Mindenképpen figyelnünk kell a folytatásba, mert azért a futcában a két gólos előny még nem egy eldőlt mérkőzést akar. Ráadásul, amikor egyel vezettünk, utána is voltak még lehetőségei a cseh válogatottnak. Balázs Zoli jól véd, magabiztosságot ad azért a csapatnak. Igen, nagyon, nagyon az egyik legjobb játékosunk, kiemelkedő nemzetközi rutinnal, nagyon kellenek az ő védései.
megint egy cseh lehetőség, és megint üresen maradt a kapunk előtt egy cseh játékos, megint Lódi Tamás oldalán úgymond. Lódi nagyon jó támadásban, és nagyon jól megérti magát Gyurcsányi Zsolttal, de ezért a védekezés neki nem erőssége. Igen, hát ez tulajdonképpen az első mérkőzésen is azért kiütközött, de ilyenkor pótolja az ilyen gólokkal, amikor Tökivel ilyen nagyon jól megértik egymást, nagyon jól érzik egymás mozgását. Ugye talppal visszakészítette neki Gyurcsányi Zsolt, és Lódi Tamás egy irányváltoztatással lerázta a védőjét, védhetetlen gólt lőtt. Gyurcsányi Zsolt beceneve Töki, és érdemes nézni Gyurcsányinak végig, fenn a feje, figyelte Lódi mozgását, mikor, hová gurítsa a labdát. Tényleg ez valóban klasszis megoldás. Gyönyörű, és a lövés is nagyon pontos. Ezzel vezettünk tehát 2-0-ra. Aztán jött az első félidő második része, akkor, amikor kevesebb mint 9 perc volt hátra, Rich lövése szerencsére elkerülte a kapunkat. Nem igazán tudnak felállni azért a csehek, ez dicséri a mi védekezésünket, de voltak azért lehetőségeik. 6,5 perccel a vége előtt Kopecky. Időt is kért Kozma Mihály, és azt hiszem, hogy jó dolgot mondott az időkérés alatt, akkor ugye azt mondta, hogy vegyük be Balázs Zolit is a játékba, merjünk bátran felpasszolni a center pozícióban lévő játékos a labdát, de ez az kell, hogy a szélen ki kell húzni a cseheket. Gyurcsányi lövése, ezt most elvállalta Gyurcsányi, egyébként is azt nyilatkozta az azeriek elleni vereséget követően, hogy bátrabb lesz Zicserben, nem fog passzolni, de megpróbálkozik ő is a kapura lövéssel. A legjobb előkészítő játékosa egyébként a magyar válogatottnak Gyurcsányi Zsolt. Megint Balázs Zoltánnak kellett védenie. És aztán megint egy szépségdíjas jelenet, bomba gól, amit érthetetlen módon nem adnak meg. Én nem hiszem el, hogy a három játékvezetőben, mert három van, egyik sem látta, hogy ez abszolút szabályos gól. Bőven bent van. Ráadásul ugye a játékvezetőnek itt a vonal környékén kell helyezkednie, tehát még az sincs, mint a nagypályás fociból, hogy valahol 20 méterre van a kaputól. Aztán mi is megköszönhetünk egy lehetőséget a cseheknek, ezt nehezebb volt kihagyni. És ráadásul ez közvetlenül az előző helyzet után volt, illetve igen. A gól után. Kb. 5 másodperccel. Az nagy igazságtalanság lett volna, hogyha a miénket nem adják meg, ez pedig bemegy. Itt viszont megint Lódi Tamás hibázik védekezésben. Igen, két ember között volt, figyelte a figurát, és a bemozgó egy kicsit túlfutott rajta. Balázs Zoltánnak kellett megint bravúrt bemutatnia. És aztán lehetne 0-3, hogyha az eredményjelző alapján mondom az eredmény, de Trencsényi borzasztóan rosszul vette át itt a labdát. Igen, itt megint ha a bal lábát használja. Igen, tehát sajnos, de ne legyünk elégedetlenek, azért a két gólos vezetésben is kiegyeztünk volna a mérkőzés előtt. És aztán Drót Zoli lövése még az első félidő végén, megint Mellernek kellett védenie. Én egyébként azt mondom, hogyha marad ez a két gólos előny a meccs végére, és akkor nem leszünk elégedetlenek. Mindegy, hogy mennyi lesz az eredmény, csak maradjon két gól. Így van, ez nagyon szép eredménye a sportágnak mindenképpen, hogyha itt tovább tudnánk jutni, akkor egy mi szempontunkban egy világra szóló diadal lenne. Tehát a mi kis hazai kis pályás focinknak az, hogy EB legjobb 8 között hazai pályán olaszokkal megint teltház előtt tudnánk játszani, ez egy nagyon szép dolog lenne. Csak a nézők kedvéért mondom, hogy Csehországban 34-35 ezer igazolt futsaljátékos van, nálunk a női futsalosokkal együtt van 1000 igazolt futsaljátékos, és csak néhányan kapnak egyébként ezért pénzt, tehát csak néhányan élnek a futsalból. A legtöbb magyar futsaljátékosnak van rendesen civil munkája, és a munka után mennek edzésre, illetve vállalják a mérkőzéseket. Szóval ebből a szempontból is tényleg nagyon nagy dolog, hogy a magyar válogatott úgy tűnik jó úton van, a legjobb 8 közé, persze ne kiabáljuk el, jön még a második félidő, itt mire számíthatunk? Azt gondolom, hogy nem kellene kockáztatnunk, hogyha ezt a játékot tovább tudjuk játszani, és erővel fogják bírni a fiúk, mert azért különösen a kezdő négyesünknek nagyon, nagyon sok mozgásra épül a játéka, ők azok, akik dinamikusabban többet mozogva védekeznek, akkor meg tudjuk tartani ezt az eredményt, és a kreatívabb sorunk egy-két gólt még el tudna érni, akkor valószínűleg nem lesz gond. A csehektől nagyon nagy formajavulást kellene látnunk ahhoz, hogy megszorítsanak minket. Próbálkoztak letámadással, de nagyon hamar feladták, tehát úgy látszik, hogy eléggé bizonytalanok. Még talán a szünetben kitalálnak valamit, de úgy gondolom, hogy ha nincs nagy változás, akkor meg tudjuk őrizni az előnyünket. Gábor, egyelőre köszönöm szépen neked a szakértő hozzászólásokat. Kapcsolunk vissza a Papp László sportarénába. A szó ismét Forti Gáboré.
Hát ilyen édes pillanatokat élnek át a Papp László arénában a szurkolók. Fantasztikus a hangulat egyébként. 7000 néző, és egy kicsit szomorkásak az emberek, mert azt a gyönyörű kapásgólt, hát ezt nem adta meg a játékvezető. Itt a kollégáim a stúdióban kérdezték, hogy nem lehet azt visszahozni, és akkor egy ilyen videóbíróval esetleg a mi javunkra beíratni ezt a találatot. Hát sajnos nem. Aki kiment a Papp László arénába, az benne van a tévében, és így lóg a nyelve, kérem szépen, úgyhogy a szemüveg nem esik le róla. Csodálatos ünnep alakult ki egyébként itt Budapesten, meg egész Magyarországon. Na ez a férfi nem nagyon örül annak, hogy a magyarok így vigadnak. Tomás Neumann, a cseh válogatott szövetségi kapitánya, aki egyébként nagyon nagy penge volt annak idején, hiszen megválasztották őt nagyon-nagyon sokszor. 96-ban, 2003-ban is az évjáték, bocsánat, 2002-ben az évjátékosának, jól van, Szorvány cseh szurkolósereg futre látható itt Nagy Gábor a kispadon, megérkezett Kassai Kézi Gábor, a sportklub állandó futszál szakértője. 2-0-ra jók vagyunk. Igen, futrére nagyon nagy szükségünk volt, vártuk már az előző mérkőzésen is, hogy pályára lépjen. Ő az, akiről nem mondható el, hogy izgulna esetleg, vagy hogy lámpalázas lenne. Komoly, jó játékkal járult hozzá az első félidei eredményhez. A cseh csapattal kapcsolatban Martin Lohut a legtöbbszörös válogatottat emelték ki, hogy nagyon jó futballista, illetve Marek Kopeckit, és hirtelen nem is emlékszem, hogy kinek sikerült az első félidőben cseh játékosként a gólvonalról a kapuba tartó labdát kirúgnia. Közvetlenül a gólunk után, a harmadik gólunk után. Akkor egy kicsit melegebb lett volna a helyzet, akkor nem mosolyogtunk volna ennyire, de így is nagyon jó Balázs Zoltánt láthatjuk, a magyar válogatott kapusát. Letámadással kísérleteznek egyébként a csehek, egyből meg is szerezték a labdát. Meglátjuk, hogy erővel bírják-e, illetve a miénk bírni fogják, mert első fél időben ebből jól ki tudtunk jönni. Angyalos és aztán Nagy Tamás, nagyon finom megoldás volt, megy Nagy Tamás, nagy robogás, jaj, de kar! Valamit kellene csinálni ezzel a Meller nevezetű kapussal. Szólni neki, hogy rossz helyen áll az autója, vagy otthon folyik a mosogatóból a víz, menjen haza, nem kell ő. Hát nyilvánvalóan nem nagyon fog törődni egyébként ezzel. Ebbe a lövésbe is beleértek egy kicsit a védék, úgyhogy megpuhultan érkezett Tomás Mellerhez a labda. Na akkor viszont most megmutatjuk a Miller támadásunkat. A szép volt, nagyon ügyesen vette el Lovas. Az első félidőben összességében 4 szabálytalanság volt, itt megvan az első cseh hiba. Lovas Norbertet láthattuk. Aha, itt valami nagyon figura lesz. Lovas Norbert a labda mögött, Meller még igazgatja Trencsény. Az embereket. Trencsényi, bocsánat, Trencsényi, összekevertem. Egy szabálytalanság. Nagy Tamás követte el, a spanyol játékvezető pedig jól észrevette ezt. Feltartotta a csevédőt, aki ki akart lépni a figurára. Ő hol volt annál, amikor... Nem adták meg a gólt. Aha, ott volt a zárás, igen. Trencsényi adta egyébként a labdát, és Lovas Norbert volt az, aki... Hát végülis tiszta helyzetből lőhetett, de hát addigra közben már a játékvezető megszólaltatta a sípját. Jó érzés látni azért egy magyar csapattól is, mégis egy jól sikerült és jól végrehajtott figurát. Más kérdés, hogy a szabálytalanság miatt lefújták. Kozma Mihály és Frank Tamás, a szakmai stáb két tagja. Lovas és Trencsényi egymás mellett. Marcelino Blasquez Sierra pedig olasz játékvezetőkhöz hasonló teátrális mozdulatokkal igazgatja. Na Balázs Zoltán, Szolikám, ha úgy adódik, lehet lőni egy gólt, nem? Balázs Zoltán egyébként igazolt játékosként mezőnyben is játszott nagy pályán. Igen? Mikor már nagyon úgymond sikeresek voltak a futszál szezonjai, kiegészítésképpen mezőnyben játszott, azt mondta, hogy ő már ott nem akar védeni, és mezőnyben játszott. És mit játszott? Hátvédett, támadót? Támadót. Bal szélőnek kitették, nem? Hát igen, ez. Hop-hop, sikeresen bentartotta még a labdát Trencsényi, de aztán kikeveredett az oldalvonalon túlra. Jöhetnek a csehek, Kopecki! Eddig hatékony a mi munkálkodásunk is, ugye, hogy nem hagyunk lehetőséget. Ott van, labdaszerzés, finom labda kihozatal, lehet röpülni előre, és hát megint Meller! Trencsényi volt az, aki ezt nagyon szépen hozták ki a labdát.
Kozma Mihály dicséri egyébként, hogy az első mérkőzéshez képest most átvariált egy kicsit a sorokat, változtatásokat eszközölt, és jó döntés volt ugye Futrét beemelni Tóth Szabolcs helyére. A jól játszott Drótot áttette Gyurcsányékhoz. Ajaj! És a talomból előhúzott ugye még egy Beretyújfalújt, akit viszont ide rakott a védekező, úgymond védekező sorunkba. Hajaj! Tomás mellett azon túl, hogy kártékonykodik a magyar támadás, ami majdnem összekopácsolt itt nekünk egy gólocskát, hát az azért erős elképzelés volt. Lehet, hogy eljutottak hozzá a bíráló hangok, hiszen a azeriek ellen talán a másik fél időben már lehetett volna valamit belenyúlni a sorokba, valamit változtatni. Mármint a szövetségi kapitány. Igen. Akkor még úgy érezte, hogy végig úgy hagyja őket a pályán, de most azért az elmúlt napokban valószínűleg egy kicsit átrágta magát ezen, és egyelőre úgy látjuk, hogy jól sikerült. Sivák és Pecár egyébként még a két játékosunk, akit nem láttunk játszani. Mind a kettő inkább támadó. Úgyhogy az ő szerepeltetésük egyelőre várat magára, hiszen Drót Zoli nagyon jól játszik, de a támadó szekciónkkal nincs probléma. Az első magyar hiba a második félidőben. Na mindegy, hát ez még belefért, mert még jó távol volt a kaputól a baleset. Meglátjuk, hogy hova teszi a játékvezető végül. Blazsej. Hát az még ott... Az még ott szerencsés helynek mondható, nem? Abban még nincs olyan nagy veszély. A Balázs Zoli mozgatta a védőket. Belej, és aztán Futréról, Nagy Gáborról pattant ki a labda. Futré mióta nézik? Egy grammot nem húzott, így van? Így néz ki 15 éve. Körülbelül annyi, hogy régebben még nagyon régen hosszú baja volt, de most már egy jó ide azért ezzel a fizimiskával ismerjük és szeretjük őt. Megint egy spicces lövés. Nem gól. A 11-es számú játékos Belej volt az. Nagyon szívesen alkalmazzák ezt a taktikát. Arra néztem már csak fel, amikor a hálóba pattant a labda, úgyhogy... Meg amikor mondtad, hogy a pici rémülettel töltött el. Blazsej! Nyugi, mondták Gyurcsányinak. Hát ő Dróthoz odaadta a labdát, ezt is be lehetett volna fújni egy kicsit. Lehetnék szubjektív, így van? Blazsej! Drót, Lódi, Drót, helyére belép Lódi Tamás. Ott jó sokan voltak, jó sokan álltak. A lövőjátékos elő, viszont Blazsej megtalálta azt a kis alagutat, ahol a végül is a kapu irányába csurrant a labda. És az túlment Balázs Zolin is. Azért a tekintete árulkodó volt. Na, akkor a labdabirtoklás. Szerencsé, hogy a hosszú nem érkezett senki. Én ezt a labdabirtoklást egyfajta ilyen színes kavisnak szoktam titulálni, mert ez ég egyet a világon nem jelent semmi. Mert hogyha 300-szor passzolnak az emberek hátul egymásnak, akkor 100% a labdabirtoklás, és nem születik egy gól sem. Ez olyan, mint a pontos, pontatlan passznál, mindig közép hátvédőnek a kapus, aki a legpontosabban passzol. Ők az, akik nem vállalkoznak a komoly dolgokra. Egymásnak odaadják mindig. Az, és akkor már mi, főnök, nézze meg a statisztikát, áll lesz optimál. Blazsej. Meg az a futott ki. Hó, de bátor! Nagyon kemény ez a fickó. Tomás Meller. Jó, hát azért kicsit oda kéne figyelni a sportmozgásra. Nagyon-nagyon-nagyon nagy kávéház! Lódi Tomi! És Gyurcsányi Zsolt. És előtte meg ott produkálta magát ez a jó fej csekabús. 3-0! Egy szép átadás. És ez így pont jól jött Lódi Tamásnak, nem a bal lábára, mert ugye Tomás Meller a jobb lába irányába röpül. Ezt a kettő is belőhetted volna, annyira pontos. Nagyon köszönöm, volt. Hogy kinézett belőle, de ez azért azt hiszem a mai közvetítés legerősebb túlzása. Fizeset egy sörrel jövök, jó? Nem, hát azért így gyakorlatilag azt a részét tudtam volna megvalósítani, hogy kiálltam oda a sarokba, és ahogy a Lódi Tamás beutatta. És már gól, most lehozták a kapust, lehozták, illetve meglátjuk, hogy ezt hogy csinálják, de 15 perc. Ez egy, nem egy kicsit korai? Korai kapus ömlés? Kérdés, az azeriek ellen láttuk, hogy a csehek jól játsszák a kapus lehozatalt, úgyhogy
valószínűleg a miénk erre felkészültek az előző napokban. Reméljük, hogy most nem tudnak gólokat szerezni belőle, mert akkor még a 3-0-ra is azt mondom, hogy futszálba az még nem elég. Szurkolók, láttad, hogy félmeztelenül? Na és hát az a helyzet itt, hogy egy pár mérkőzést már láttunk, és ez a lehozós kapus figura, ez nem mondanám azt, hogy 100%-ban sikeres volt bármelyik együttesen. A fehér oroszok is tegnap ezen a ragyogó mérkőzésen a portugálok ellen pont ezen buktak el. Igen, nagyon sokat kell gyakorolni, nagyon kevés érintővel és nagyon gyorsan kell körbejáratni a labdát. Megvan ennek az előnye, de hatalmasat lehet bukni. És igen, nem is kell tőzsdézni hozzá, ugye? Egy kicsit Fritz, hát rosszul mozgott. Balázs Zoltán viszont hivatalosan tartózkodik itt. Magyarországon egyébként a Berettyóújfalu és az Aramis az, aki nagyon hatékonyan és jól játssza ezt a kapus lehozatat. Sok gólt érnek el ebből. Jó érzés látni azért a mestert, hogy egy kicsit kilépett ebből a úriember szerepből, az időkérésnél is hallottuk, hogy igen, igen, kellett egy kis biztatás a fiúknak. Hát úgy hívod, máson máshogy hívják. Hát azért oda dörrentett egyet a nem ráfigyelő játékosnak. Aha, ott a cseh kapus, és üres a ajjajajaj, Drót Zolinak kellene egy pici lehetőség, gyerünk Zolika! Hát itt van, amikor a fagyi visszanyal, ugye ezt szokták mondani? Drót Zoli második gólja. A kosárlabdában, ahogy 3 pontost adnak, akkor erre is tessék már valamit. Úgy van, a fiatal ember, Kopecki. Egy kicsit messze, itt van a kockázat. És nagyon-nagyon határozott volt Lódi, zseniális Drót Zoli, hogy nem is állítgatta, hanem egyszerűen hopp, betette, hogy 4-0. És az olaszok most mit csinálnak ilyenkor? Rettegjenek, nem? Ezek szerint még nem volt elég Tomás Neumannak ez a bebukó kapus taktika. Kicsit megnyugodhatunk, úgyhogy nézhetjük szakértő szemmel, hogy vajon mit hoznak ki a kapus lehozatából, mert azért a jó hírek jöttek erről, láttad, most ki tudták úgy játszani, befordult középen. Resetár a gólszerző. Tessenek visszajönni, cseh szurkolók, nincs még itt olyan nagy örömre ok. Egy gólot csak át ugyan rúgtak. Az volt a baj, hogy a két védő egymás zavarta, Nagy Tamás, illetve Trencsényi. Nem tudták eldönteni. Aha, ragaszkodik ehhez a taktikához tovább Tomás Neumann. És vissza a rövid alsó sarokba. Marek Kopecki volt az, aki megcsinálta az ügyességet. Kopecki odalépett nagyon határozottan, angyalos. Trencsényi zavar, Kopecki. És most a közönség nagyon-nagyon jól ráérzett arra a dologra. Resetár volt egyébként a gólszerző, hogy most el kell a srácoknak a biztatás. Így, ez így jó lesz. Jól is védekezünk. Kicsit tolódunk a labda felé, hogy szűkítsük ott a területet. De maradt még a 8-as számú játékos, Kopecki. Aha, itt van. Nem is lett volna idő nagyon visszacserélni. Igen, mert hát egy picit nálunk volt a labda. És 4 játékosnak egyszerre kell mozogni, tolódni, hogy lezárják a területeket, mivel hogy emberfölényben van az ellenfél. Ez piszok kimerítő munka. Resetár hátra, Kopecki. Kopecki ez visszajön. Főleg a két elől lévő játékosunk az, aki ilyenkor többet dolgozik. Kopecki nem nagyon értett, hogy a társak miért nem segítenek neki, és elég kockázatos csát mutatott be. Hány játékosnak adnak tartalékkapus meszt? Egynek vagy kettőnek? Attól függ, hogy milyen konstrukcióban hogyan találták ki a figuráikat, de körülbelül egy-kettő lehet az, aki ilyenkor ezt az irányító posztot játsza hátul. Ő mondja be a figurákat, ő mondja meg, hogy mikor melyik
húzás következik. Ebben az esetben pedig ő mondta meg, illetve ő kapta a gólt. Kopecky ügyeskedett ott. Ez most elég kritikus időszak. Oh, szép volt, Zoli, üres a kapu! Üres a kapu! Inkább energiákat emészt fel azért. Sikerült visszaállni, majdnem egy öngólt összeütöttünk, és akkor most szabad a pálya. Jó, miénk a labda, mert Kopeckiről ment ki a labda. Igazán nagy helyzeteket nem alakítottak ki, de maga a védekezésnek a lábmunkája az nagyon sokat kivesz ilyenkor a játékosokból. Nagy baj lett volna, ha itt esetleg kapunk egy szabad ügyest? Uha, Nagy Tamás volt az, aki hát kapufára emelte a labdát, finom megoldás, és aztán jó volt a belépő. Igen, cserélnünk kell, mert ugye végig ők védekeztek, most már a támadásban egy kicsit fáradtabban mozogtak volna. Fritz, illetve Futre, mint hogyha egy picit összedubcsiztak volna. Trencsényi. Balázs. Gyurcsányi. És aztán ott van Lódi a jobb oldalon. Drót. Lódi Tamás. Megy segíteni Futre. Lódi Tamás egyébként Újpest nevelés. Egész Újpest juniorig játszott a Liláknál. Összecivakodott Bele, illetve Lódi Tamás. Húha. Nagyon mondja a magáit a német játékvezető. Lódi Tamás nagypályás újpesti karrierje úgy ért véget, hogy bár nagyon tehetséges volt, de megkérdezték tőle, hogy mi ez a rubeolás táska, amivel jársz edzésre. És? Hát utcálodom. Ja, hát azt itt nem lehet. Uha, az volt az utolsó fellépése? Igen, és utána már alacsonyabb szinten folytatta a nagypályás karrierjét, és inkább a futcára helyezte a hangsúlyt. Hát végül is nem panaszkodhatunk, hogy ez rossz döntés volt, nem? Jelen pillanatban, ugye? Kopecky mérgelődik, a társak nem nagyon értik a karmesternek a mozdulatait. Szépen elvettünk 8 percet a második fél időből. Úgy, így legyen a legjobb dolog. Janowski. Sajnos a nagypályás edzők időként előfordul, hogy idegenkednek ettől a futszáltól. Nem örülnek, hogyha valaki futszálozni jár, holott például ugye Brazíliában 14 éves korig szinte csak futszáloznak. Olyan képességeket fejleszt, ami a nagypályán is hasznosítható. Drót Zoli nem akarta azt megengedni, hogy a csehek kapusa kihozhassa a labdát, inkább egy oldalbedobást hozott össze a piros trikósoknak. Hát igen, hogyha arra gondolunk, hogy Kaká, meg Ronaldo, meg Messi is mind itt tanulták meg azokat a trükköket, amivel most ámulatba ejtik Európa labdarúgó közönségét. Drót Zoli! Hogy érkezett Tomás Mellár? Ez milyen csere volt? Például a futszából jön az is, hogy ellentétes lábú oldalon játszanak a játékosok, tehát a Messi jobb oldalról cselesz befele. Azelőtt ugye mindig csak az volt, hogy jobb oldalon a jobb lábas. Igen. Futszában meg ez pont fordítva van. Újabb tudás tétellel lett ebből az dagadni, és köszönöm ezt azért. Ez nagyon nagy védés volt Meller részéről. Talán, hogy egy kicsit alábökött volna. Picit gonoszul, nem? Vagy megvárja, míg a srác kicsúszik a busz megállóba, nem? Akkor még jól is szórakoztuk volna. Így sem panaszkodhatunk, de az úgy igazán pikáns lett volna. Resetár 10-essel, jön segíteni Belej. Gyerünk! Azt! Érdekes, hogy a kapus ment először föl, és így mozog most vissza. Így próbálták elkerülni ezt, hogy a kapusoknak ugye, ha kiadja, nem lehet visszaadni. Ha. Óha! Szuper fantasztikus a hangulat a Papp László arénában. Jó, mondjuk a srácok is megtettek azért mindent, hogy ne csak ücsörögjék, az emberek is a ropit rákcsáljanak. Ezt a lövést kifejelte Futre? Jól láttam? Vagy csak fejbe lőtte őt a 10-es számú Resetár. Nem. Vállal, kulcsonttal ütött neki Nagy Gábor. Azért egy kicsit följavult a lövés száma cseh oldalon. 28 próbálkozás, de ebből egy gól, az nem mérhető. Fritz! Visszaadja Kopecky. Ez nem volt nagyon megdumálva.
Kicsit tanácstalanok a csehek. Angyalos. Most azért a magyar válogatott tagjainak az energiáját jobban felemészti a védekezés, mint a támadás, de hát nincs ezzel baj semmi. 4-1-re mi vezetünk. Gyurcsányi Zsolt kért elnézést mindenkitől. Ott vagyunk. Ide! És itt van Kozma Mihály, ő nem nagyon nézegeti az óriás kivetítőt. Továbbra is marad a vészkapus Kopecki. Tényleg olyan volt már, hogy a játékvezetők szünetben megnéztek egy videófelvételt, és az alapján azt mondja, hogy a gyerekek akkor ne menjen, nem. Amerikai fociban lehet, de itt nem. És akarnak még bíró? Videóbíró? Mert a nagypályások már régóta nyavajognak emiatt, meg hát az ellenzők is azért rendesen lobbiznak, hogy még véletlenül se kerüljön fel egy üvegoptika a játékvezetői testületbe. Inkább azt szeretnék, hogy még több bíró legyen. A futcában? Igen. Hát még? Hát most három van, meg a nagypályán is ugye növelik folyamatosan igen. A létszámot. Egészen kicserélték ezt a magyar válogatottat. Nagyszerű férfiak futballoznak most. Élettel, elővel. A mi jó tanácsainkat. Ó, igen. Több napja a tévé előtt ülnek. Igen. Ennyi. Akkor majd, ha esetleg a dobogóra jutnak, akkor föllépünk mi is. Jó. Kopecki. Most egy új variáció, mert bement centerbe egy ember. Ó, oh, beleért ott valaki? Bele, Balázs Zoli belekapott. Igen, kívántod, lohi a labdát. Nem, Lohi volt, aki beadta, és aztán tízessel ott huncutkodott, Resetár. Jó, hát azért szép lassan pörög az óra. Nekünk ez jó, ugye keveset van kinn a labda, a járatással meg nagyon gyorsan elmegy az idő. Ráadásul terméketlen labda járatással, és nem ad semmit. Lódi Tomi testbeszédéből azért jócskán le lehetett olvasni, és ez a cseheknek. A második sárgalap, illetve a második hibája. Ez egy ilyen nagypályás gesztus volt. Nagypályás mozdulat. Nagyon szépen lépett oda Angyalos. És aztán most megkeveredett itt a sor, mert ugye... Ez csak azért van, mert nem egyszerre jönnek le, hanem folyamatosan aha. Cserélnek. És visszajött Tomás Meller. Kapusok egymás között intézték el ezt a jelenetet. Hopp! Legszebb öröm a kár öröm. Most tudott lódítom, mi lesz szaladni, tehát azért figyelni kell a cserére, hogy olyankor cseréljünk, amikor nálunk van a labda, általában nem szabad csak úgy fejvesztve leszaladgálni, attól függetlenül, hogy látja, hogy már a társai lementek esetleg. Nagy Tamás is a pályára lépett. Itt van Lovas, és itt van Trencsényi is. Újabb hiba. Számításaim szerint a harmadik. És jó látni most már, hogy a magyar válogatottnak is a hivatalos meze van, ugyanaz, mint a nagy csapatnak, sőt, hivatalos gyári számozás, gyári nevek. Eddig nem ez volt a trend? Eddig nem. Ha nem? Csak úgy ráraktak egy számot, ami éppen volt a feliratozóba. Most már úgy látszik, hogy erre is tudunk figyelni. Na de hát... Csak egy magyar rendezési Európa-bajnokság. Tehát ilyen fehér kínai pólóban azért csak nem lehetett kell, vagy esetleg erre is volt példa? Mi a hőskorban? Hát annyira azért nem. Mint már korábban említettem, először Muha József harcolt aki a kispályás focistáknak, hogy nagyjából ugyanazt az ellátást kapják, vagy szerelést, mint a nagypályás csapat. Azóta most már tényleg egy pár éve ez nem probléma. Most már úgy látszik a felirat terén is utolértük a nemzetközi szokványokat. Aha! Fritz lett az új kapus. Na hát. Akkor kettő biztos. Akkor kettő biztos, akkor... De még... egyébként kérdés, hogy ez milyen mez, mert hogyha ez az ellentétes mezük, akkor meg ugye mindenkinek van ilyen színű. Mint hogyha a magyar váltónak is. Hopp! Itt egy pici figyelmetlenség volt, ugye?
most sokkal gyorsabban tudták felhozni a kapu a labdát, egy pillanatra lemaradtunk. Igen, és azt néztem, hogy eddig Kopecky ballábbal irányította a forgalmat, és most aki beállt, Fritz, ő meg jobb lábbal. Ott egy pici elalvás volt, a gólszerző a 11-es számú Belej. 4-2. Igazán már az volt a baj, hogy ott a szélén hagytuk, hogy onnan bepasszolja a labdát, ott egy kicsit lemaradtunk. Mihály Belej. 6 lövésből 1 gól. Itt ugye most a letámadásuknál már az se, arra sem szabad figyelniük, hogy ugye inkább szabálytalankodnak, csak visszaszerezzék a labdát. Igen, igen. Kockáztatni kell a csehknek, ebből esetleg mi jól kijöhetünk. Megint jön, vagy marad Meller? Gróth Zoli megpróbálott cirkálni, marad Meller, majd most jön be. Ezt egyébként jól kitalálta Tomás Neumann. Ott a kapu! Kicsi híja volt, az a baj, hogy Meller pont jó magasságban helyezkedett, tehát ő kézzel ki tudta volna ütni. Nem véletlen volt Gróth Zolinak ez a megoldása. Ott tessenek kapaszkodni. De bement volna! Ez bement volna. Pont úgy tekert el, hogy nem ért volna oda. Igen, 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 igen. Akkor most... Hát más. Ez elég kemény kidobás volt. Gróth Zoli példája is azt mutatja egyébként, hogy érdemes elkezdeni ezzel a sportággal foglalkozni. Két évvel ezelőtt még azt se tudtuk, hogy van ilyen nevű ember Magyarországon. És ugye most már meghatározó játékosa a válogatottnak. Annyi kellett hozzá, hogy Győrbe állhatatos munkával elkezdenek futszált építeni. És már is több játékos onnan be tudott kerülni a válogatott keretbe. Fritz! Ez jó, ha így hátra teszik a labdát. Aha, egy center van. Ja, egyébként itt az ide, hogy bosszút álljunk a cseheken a tegnapi kézilabda Európa-bajnokságért. Kopecky, Belej, Fritz. Fritz szabadon. Eddig jó, hogyha itt hátul adogatnak Belej és Fritz. Vissza kell adni Fritznek, így van, hát a srácokat egymás között elintézik. Nagyot védett Balázs Zoli! És megint ott jött Kopecky, aki a lecsurranót szívesen bepiszkálta volna a kapuba. Ezt a talpának a redőivel tornázta ki Balázs Zoli, ez nagyon nagy védés volt. Nagy parád. 4-3. A gólszerző Lohi, a cseh csapatkapitány, innentől kezdve egy kicsit meleggé válik majd a, igen, nagyon a sok helyzet. Erőt, nagyon sok erőt felemészt ez a védekezés. Megpattant a labda. Szerencséjük volt. Na, akkor időt kért Kozma Mihály. Most talán megint meghallgathatjuk, hogy... Na, hallgassuk, mit mondom. Mit talál ki. Ugye sokat gyakoroltak, biztos valamilyen fix mozgást említ majd a fiúknak, hogy mihez kell nyúlni ilyenkor, melyik négyes menjen föl. Valószínűleg a szövetségkapitány, a szövetségi edző mondandójának lényegi részét nem hallottuk, itt már ugye az utolsó gondolatok voltak, csak hát ez az összegzése volt valószínűleg annak, amit ugye mondhatott. 4-3-ra vezet a magyar válogatott Csehország ellen, és egy nagyon apró gólocskát még azért oda kéne szúrni valahogy. Gróth Zoli! Nagyon bátor, nagyon vagány ez a fiú. Igen. Ez éppen Tomás Mellertől, a nagy mentőtől éppenséggel be is mehetett volna a kapuba. És ugye Sivák Péter, Madarász János van még nekünk 9.-10.-nek, hogy végig gondolva, hogy ha esetleg bármi történne, tehát nincs plusz egy védőjátékosunk, akit oda tudnánk tenni, hogyha valami gond lenne, vagy hogyha át akarnánk alakítani a védekezést. Gróth Zoli az irgalmatlan hosszú lábaival mindenhova odaér, mindenbe bele tud szúrni. Hát igen.
Fritz. Úgy néz ki, hogy Fritz megmaradt kapusposzton, ő kettőt számlázhat majd ezután a mérkőzés után. Ú, de jó, hogy nem jött senki. Meg mindenki ide mozdult erre az oldalra. Igen, mert ugye a labdát járatják, próbálják egyik oldalra csalogatni a védőinket, és utána a hosszú oldalon próbálnak lövőhelyzetet kialakítani. Balázs Zoli. Gyurcsányi vissza. Igen, mert ő nem... Beszorultunk, jól mondta a szövetségi kapitány. Most viszont elég erőteljesen utasítja a játékosokat Thomas Neumann. Viszont ne felejtsük el, még a döntetlen is jó nekünk, tehát azért olyan nagy baj nincsen. Tomás Meller. De Gyurcsányi talán, ha első szándékból tovább futott volna, akkor egy kicsit megzavarhatta volna a kapust. Jaj, de jó jön a közönség buzdítása. Ó, de klasszak. Szép volt, futre belépője. Szépen oda taposott Gyurcsányi Zsolt. Igen. Másik beszélem az, hogy tű. Amúgy, igen. És nem a szénak az alból, hanem úgy most rendesen belej. Egyébként szerintem ez blöffölt ez a fiú, nem? Mert hogyha rendesen odalép tű, vagy odaszúr tű... Minden esetre nekünk is jó most ez a kis pihenés, egy kis törlés. Ott vagyunk? Áj, mindenki ott van, aki számít. Oh-ho. Nagyon jó volt a hölgynek a nézettsége. Kicsivel, egy picivel volt hosszabb ez. Na most, akik csak úgy véletlenül, vagy hát ugye ilyen tömegvonzás elmélet alapján jönnek ide futszámmeccset megnézni. Szép volt, Rózoli labdaszerzése. Szóval azok meggyőződhetek, hogy ez egy fantasztikus játék. Ezt próbálom azért súlykolni kettóta. Egy pár napja, hogy ez egy jó játék, ez kell nekünk ez a játék. Ez nekünk jó. Áj, de Kárlódi Tominak elsőre kellett volna előni a labdát. Gyurcsányi. Balázs Zoli kicsit tanástalan. Ajajajajajajaj. Belej, Fritz. Fritz nagyon belejött itt a kapus mozgásba. Belej. Szabadon van egy ember ott a jobb oldalon, a csapatkapitány Blohi. Belej. Ott van, nem merik megkockáztatni, hogy oda lelőjék a jobb alsó sarokba a labdát. Pedig jó, mondjuk futra ott áll. Az a váratlant lehetne alakítani. Belej. Rózoli megy oda Fritzhez. Ott már túl sok ember volt, de nagyobb védett, üresen kapu, és valamit fújni kell, így is van, kifelé. Akkor ez viszont az én számításaim szerint az ötödik hiba kell, hogy legyen. Saját játékosát találta telibe, belej, ha jól láttam. Zoli nagyon bátran. Hú, beleugrott rendesen ott a kútba. A 16 perce szorongunk itt a második félidőben, meg kaptunk két gólt, de most már arra lehetne esetleg apelálni, de gyönyörű átadás volt, és jön-e valaki? Ez jó figura volt, Angyalos szépen érkezett. Ideje volt most a cserének, egy kicsit fönnragadtak futrejék, de nem tudtunk cserélni, olyan nagy volt a nyomás, elég volt nálunk a labda. El lehetne kezdeni egyensúlyozni a büntető felé? Mert hát ez én számításaim szerint, még egyszer mondom, 5 hibát összegyűjtöttek a csehek a második félidőben. Biztos, hogy megpróbálják, aki olyan szituációban... Kapcsiból! Bocsánat. Olyan szituációban lesz valaki, akkor azért megpróbálja. Ilyenkor azért van elég olyan figyelem a kispadon, hogy rögtön beszól valaki, hogy okosítja. Ötödik, igen. Másik az, hogy a csehek játékában benne van a szabálytalanság, hiszen ezzel a letámadással kénytelenek faltolni, mert már nem kerülhetnek újabb, még nagyobb hátrányba. Igen.
Azt hittem, hogy ott a két játékos nem érti meg egymást, Lovas, illetve Rencsényi. Angyalos zavar most. Na, megjött Fritz. Belej. Bluhi megint oda helyezkedik a kapufához. Nagy Tamás. Aj, de kár volt oda kifutni! 4-4. Mint már korábban említettem, nagyon jól játsszák egyébként. Te is csodálkoztál, hogy vajon mi jöhet ki ebből, de nagyon jó passzolják, nagyon jól járatják ki a szélre, és középen mindig van egy érkező. Az volt a baj, nem? Hogy ott Nagy Tamás egy kicsit... Igen, az előbb is volt már egy ilyen, ott az volt a baj, amikor a szélén üresen hagytuk. És a csapatkapitány Luhi ügyesen begurította, és aztán még volt a... Hát igen. Itt ilyen halmazati büntetést kaptunk. Jó, hát csak az egyenlítő gólt szerezte, nem a világbajnoki döntő. És aztán valóra vált a gyermekkori álmát, motorcsónak lehet Fritz. Dávid Fritz a gólszerző, 4-4. Nagyon kegyetlen két perc várom ilyenkor. A pici csalós gólt kellene összehozni, nem? Ezzel a szabadrugással kellene valamit kezdeni, a hamazati büntetéssel. Úgy eldugni a labdát, járatni, hogy menjen az idő. Lódi beközépre, jaj, de kevés ilyen volt. Rócz Zoli még belekapott ott egy csevédő, és az volt a baj, hogy nem jött hozzá pontosan a labda. Talán nem ért hozzá. Igen, ugye. 7066 néző. Minden idő. Rekord. Gyerekek, hát akkor mutassátok már meg ennek a 7000 nézőnek, hogy milyen ügyesek vagytok. Meg hát akik ugye a sportklubon keresztül nézik az eseményt. És még nagypapa korukba is emlegethetik. Madarász Jani, El Capitano, ugye még nem lépett pályára ezen a mérkőzésen. Ez minden idők legforróbb két perce lesz, nem? A cseh válogatott ellen. Fritz. Ó, jön, nagyon szépen jön az íva nézőtérre. Nagyon hamar fölengedjük őket, azt látom problémának, amikor kicsit följebb kéne megzavarni neked. Látjuk már az olaszoknál is, hogy hogy jönnek ki a letámadásból. Ez azért aránylag ritka dolog. Na jó, van nagy fiú. Szóval, hogy fejes gólt szerezzenek. Igen, de megint ugye a szélről jött úgy be a labda, hogy ott nem tudtuk megakadályozni. Kopecky nem vált be kapusnak, bevált mezőnyjátékosnak. És aztán a csapatkapitány, nem véletlenül tartják őt a cseh válogatott egyik legjobb játékosának, Blohit. Hát lenne ott mit, ha nagyon ideges lenne a hölgy, akkor a műkörmét lerákatta volna. Az a baj, hogy mi is lerágtuk. Ja. Hát a kapus kihozatalnál nagyon hamar visszavonultunk a kapunk elé. Kicsit följebb, hogyha támadtuk volna őket, ott lehetett volna azzal több időt nyerni. Most ezt nem egészen értem, hogy miért jött be a pályára, hogy megállítsák a játékot? Rájött arra, hogy ő sokkal betegebb a játéktéren, mint a játéktéren kívül. De hát az 5-4 már jó nekik. Jó, de most a bokája viszont nem. Ezt egyébként úgy szokták mondani, hogy mindenki annyira marha, amennyire jó neki. Hát itt most megint sebesült Fritz. Mondjuk akik nagyon most reklamálnak és szídják a cseh játékost, azok nem tudják, hogy áll az óra, tehát bármeddig ülhet a földön, igazából ezzel nekünk nem csinál rosszat. Más kérdés, hogy esetleg kis feszültség alakul ki. Okay. Egy új taktikai variációval próbálkozik a magyar válogatott. Igen, Balázs Zoltán lejött, és a helyére Trencsényi János. Nézzük, hogy ez a fegyver nálunk hogy működik, mert a cseheknél hát sajnos nem mondott csütörtököt, Mellár, és kapufa, hát így volt, ragyogóan védett Trencsényi János. Zseniális hárítás volt.
50 másodperc, üres a kapu. Ez nem mehet el a kapuig. Lódi Tamás megkaparintja. Még mindig egy jó támadásnyi időnk van. Gyurcsányi Zsolt beviszi keresztbe. Kapufa! És megvan! Eden! Nagyon, nagyon, nagyon nagy magyar szív! Szép volt, fiúk! Hát, megérdemeltük, nem volt szabad elveszíteni ezt a meccset! Hó, bravo, bravo tű, bravo tű! Hó, igaz, hogy ez még csak ötöd, de hát így nekünk áll a szemafor, nekünk zöld a lámpa. Jönnek a görlök, időkérés, legyen ideges a cseh ember most. Hátralévő időben, ő nekik csak a győzelem a jó. Mert hát ugye őket szerencsére az azeriek szépen elkalapálták, mi ugye csak az első mérkőzésen egy szerényebb eredményt értünk el. 3-1-re kaptunk ki az azeriektől, és aztán 6-1 volt az azerbajdzsáni válogatottnak kódolt brazil szekció eredménye a cseh köztársaság ellen. Frisz gyerek meggyógyult, hát az előbb még az utolsó kenetet kérték fel, már majdnem jöttek a siratóasszonyok. Szépen mondja, egyébként a támadójáték nagy rajongója Tomás Neumann, aki annak idején többszörös cseh gólkirály is volt futszában. Mi legyen, Gyurcsányi Zsolt maradhat a pályán. Olyan 7000 ember talpon, mínusz az a 15 cseh ember. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű ezt látni. 39 másodpercet kellene valahogy kihúzni. A gól után 5-5. Belej. Nem szabadna. Most Madarász Jani is ott van a pályán. Friss erőként drót. Gyurcsányi. 25 másodperc. Nagyot védett Balázs Zoli! És nincs be, nem! Miért adja meg? Ne adja meg! 19 másodperccel a vége előtt Kopecky. Ez tiszta kész. Balázs Zoli hatalmas bravúr, amit bemutatott. Hát nem tudom. Őrületes nagy védést hozott össze. Ilyenkor kíváncsian érdeklődve, úgy félig meddig azon gondolkodni. Hát igen, picit, ha most rossz indulatú lennék, akkor azt mondanám, hogy ugye az a játékvezető bizottság első embere. Jaj. Még mindig van 14 másodpercünk. Trencsényi a labdával, Lódi, Madarász kéri. És Meller megfogta a bal alsó sarokra tartó labdát. Nagyon nagyokat véd Trencsényi. Itt is jó helyén volt. Ájjajjajjaj, de kár érte. Ragyogóat küzdöttek a srácok. Minden dicséretet megérdemelnek. Az a fránya kapus lehozásos, vagyis vészkapusos taktika. Hát az sajnos nem ízlet nekünk. És hát örülhetnek a cseh csapattagjai. Kozma Mihály pedig egy ragyogó csatát mondhat magáénak. Csak hát sajnos ugye beszélhetünk itt arról, hogy milyen jól futballozott a magyar válogatott. Kicsit szomorúan és keserű szívvel nézzük azt, hogy a cseh válogatott tagjai hogyan élvezik, hogyan isszák ki a dicsőség serlegéből az utolsó kortyot is. Ami jó volt az első félidőben, az a második félidőben már nem funkcionált annyira. Arra a taktikára, hogy lehozták Mellert a kapuból. Különösen Fritz, a 9-es számú cseh játékos beállítása hozott nagy változást itt a mérkőzésben, mert szerencsénk volt Kopecky, amikor tartalékkapus volt, akkor ő nem tudott semmit extrát hozzátenni szemben a 9-es számú Mihály Fritzel. 6-5-re kikapott a magyar labdarúgó válogatott, és hát Madarász Jani nem véletlenül szomorú. Ragyogó közönség előtt egy becsületesen dolgozó magyar válogatott kikapott, és hát így a magyar válogatott számára a 7. Európa-bajnokság lezárult. Jó, hát persze ők most már barátkoznak a csehek velünk, kicsit szomorkásak vagyunk. Mindegy, de illetve nem mindegy, az a lényeg, hogy egy ragyogó sportágat ismerhettünk meg, ragyogó sportolókkal. Sajnos nagyon kevés volt, nagyon kevésen múlott az, hogy tovább lépjünk a következő körbe. A magyar válogatott két vereséggel az A csoportban az utolsó helyen végzett, ebből a trióból az azerbajdzsáni válogatott jutott tovább. A
cseh köztársaság csapata mellett. A csehek egyébként az olasz válogatottal játszanak majd a következő fordulóban. Búcsúzom a végeredménnyel, remélem jó szórakoztak, szeressék a futcát. Következik a stúdióból az elemzés. Volt minden ezen a mérkőzésen, ami mostanában a labdajátékunkban ránk magyarokra jellemző. Egy szabályos gólunkat nem adták meg, a cseheknek szerintem véleményes volt az utolsó gólja. 4 góllal vezettünk, innen sikerült veszítenünk. Mi történt? Úgy érzem, hogy az első fél idő hibátlan játéka után, illetve a 4-0-ás vezetés után kicsit indokatlanul visszapúzottunk, és az ellenfélről lehetett tudni, hogy jól játsszák ezt a kapus lehozatalos játékot, ami tipikusan egy ilyen futszálos dolog, tehát erre számítottunk, készülhettünk is volna rá, valószínűleg biztos készültünk is, de kicsit hamar feladtuk a területet nekik, ilyenkor egy picit följebb lehet menni még, mikor a kapus kidobja a labdát, azáltal nem rögtön a hatoson várjuk a 5 játékosukat, hanem egy picit föntebbről tudnánk folyamatosan visszacsúszva védekezni, és ott esetleg megzavarni, visszatámadgatni, ilyennel nem próbálkoztunk, és a szélekre kilőtt labdákról mindig lemaradtunk, és mire oda tolódtak a játékosaink középen, vagy a másik hosszú oldalon, üres cseh játékos talált a labda, és így estek nagyjából ezek a gólok. De nézzük gyorsan a mérkőzés összefoglalóját. Nem azt mondom, hogy ez sportriporteri pályafutásom legvidámabb feladata, a következő perceket kommentálni. Mondjuk nagyon-nagyon jól kezdtük a meccset szerencsére. Drót Zoli gólja. Igen, az ötödik első percben. Fél időben álomjátékot mutattunk, ez a sportág hazai történetének egyik legjobb félidejének mondható az a játék. Taktikusan, jól felosztva a szerepeket, nagyon okos játékot mutattak a mieink, ezért is egy kicsit érthetetlen ez a második félidei visszaesés. Szépen megoldott a Drót ezt a szituációt, ő ezt nagyon tudja egy az egyben, és ő vállalkozó volt már az Azeriek elleni meccsen is. És aztán egy gyönyörű Gyurcsányi-Lódi kombináció. Lódi-tól indul a labda, Gyurcsányi megvárja, míg Lódi odaér, egy testcserre Lódi becsapta az ellenfelet. 2-0-ra vezettünk az első félidő felénél. Szépségdíjas gól. Na még egyszer, legalább ennyi örömünk legyen, hogy szép gólokat rúgtunk. Jól játszottunk a mérkőzésnek, ezen időszakában a csehek sehol nem voltak. Ezt meg kellett volna adni, én azt mondom, persze lehet, hogy rossz indulatú vagyok, hogy nem hiszem el, hogy a 3 játékvezetőből egyik sem látta, hogy ez bent van. Tehát ha innen lehetett látni, jó 8 kilométerre mondjuk a Papp László sportarénától, televízión keresztül, akkor azt hiszem, hogy ott is lehetett látni. Igen, és mondom, ráadásul a játékvezetőnek az alapvonal környékén kell helyezkedni, tehát nem úgy, mint nagy pályán, tehát egész közel kellett, hogy legyen. Ez már a második játékrészi Trencsényi hagy ki egy helyzetet, Melleri mondjuk jól lépett ki a kapujából. 2-0-val fordultunk tehát, a mi javunkra volt 2-0. És nem is tűnt úgy, hogy a csehek elkapták ennek a meccsnek a ritmusát, ugye egészen addig, amíg nem szépítettek, de akkor már 4 gól állt a mieink neve mellett. Persze várjuk meg még azt a 2 gólt. Megint Gyurcsányi az előkészítő, és Lódi nagyon higgadtan szépen befejezi. Lódi Tamás 2-szer játszott a világválogatottban december végén, a Brazília ellen. Azt hittük már ekkor, hogy ez a meccs megvan, de ez futszál. Ugye látják a bal felső sarokban, még több mint 15 perc volt hátra, tiszta játékidő. De a csehek talán egy picit megrogytak, de nem ütöttük ki őket sajnos. Itt lementek a padlóra, számoltak rájuk. Meller is lent marad, miután nem tud hárítani.
hiszen ahelyett, hogy szépítettek volna, növeltük az előnyünket a második játék részben. És aztán kockáztattak a csehek, lehozták a kapusukat, Drót gyönyörűen kihasználja, megint bátran előtte félpályáról, na ekkor talán Kozma Mihály is azt hitte, hogy megnyertük a meccset. Igen, ez a kapus lehozatalnak a hátránya, itt úgy tűnt, hogy akkor ebből még jól tudunk kijönni, de a csehek nem adták fel, tehát nem ijedtek meg ettől az egy hibától. 4-0-ra vezettünk. Komolyan mondom, valaki ezt meséli, akkor nem hiszem el. Igen, tehát ebben a pillanatban 4 gólos vezetésünknél mindenféleképpen azért úgy, főleg, hogy tudtuk ezt, hogy ezt játsszák. Resetár lövésével szépítettek, itt jött vissza egy picit. Tudni kell azért, hogy ez hihetetlen módon felemészti a játékosoknak az erejét, ez a tolódásos védekezés a kapus lehozatalnál, tehát itt mindenféleképpen nagyon gyorsan kell cserélni, hogy ne legyen az, mert itt egy fél métert, hogyha valaki lemarad, utána abból gól születik. Mondjuk a keretünk a mai mérkőzésre nem segítette azt, hogy esetleg a 9.-10. játékoshoz tudtunk volna nyúlni, hiszen a kispadon, akikhez nyúlhatunk volna, mind a kettő támadó játékos volt. Drót Zoli 1-4-nél, Meller visszaért a kapuba. Itt is Drótnak nem sikerült előnie a hosszú sarokra a labdát, hiszen akkor talán Meller már nem tudott volna hárítani, hiszen csúszott a kapus, de odaért. Ekkor még nem hittük, hogy ennek a védésnek is mekkora jelentősége lesz. Aztán a csehek ugye megint lehozzák a kapusukat. 2-4, akkor, amikor 7,5 perc volt hátra. Igen, itt nagyon gyorsan végigjáratták, a szélén is lemaradtunk, és középen is, tehát 2 emberünk se tudta végigkövetni a mozgást. Itt üres ember, egyből középre, és középen is üres ember, pedig ez a védekező sorunk volt. Igen, itt lehetett érezni a fáradtságot talán már, hogy nem csak nagyon egy játékosunk maradt le, hanem már 2 is. 6 perccel a vége előtt, Balázs nagyot véd lábbal. Ugye a szövetségi kapitány kihagyta Tóth Szabolcsot, a legjobb védőjátékosunkat. De ő rosszul játszott az Azeriek ellen. Nem játszott jól, de talán 9.-10-ből az egyik helyre esetleg még bele lehetett volna hagyni, hogy egy ilyen kritikus szituációban lehessen hozzá nyúlni. Itt pedig nincs szerencsénk, Lódi Tamáson irányt változtat a lövés, Balázs Zoltán már elindult arra, Druhi a gólszerző. Már csak 1 gól a különbség, de még döntetlennel is műtöttünk volna tovább. Itt a lövés pillanata. Szerencsétlen helyre pattant Lódi kezéről, válláról a labda. És aztán megint a csehek. Ez mondjuk becsúszás volt, ezt lefújta a játékvezető helyesen. Reklamálnak a cseh játékosok. Resetár lövéseit megpattan. A csehek azt reklamálták, hogy Balázs Zoltán szerintük szabálytalan volt. 2,5 perc, szűk 2,5 perc váltra. Megint szerencséjük van, azért hozzá kell tennem. Visszapattant a labda. Igen, csak ezeket az oldalról bejött labdákat kellett volna esetleg jobban lezárni, hogyha akkor onnan lehetett volna jobban kivédekezni. Ricsa gólszerző. 4-4, de még ez is nekünk lett volna jó, csak mi ebben nem vagyunk jók megölni a játékot, megölni az időt, szerintem erre fizettünk ma rá. Ha tudtuk volna 4-0 után tovább játszani azt a játékot, amit előtte, akkor azt hiszem, hogy nem ez lenne a végeredmény. Igen, meg itt volt egy olyan periódus, mikor nagyon gyorsan jöttek a gólok, és az kicsit szerintem megzavarta a fejeket. Kozma Mihály időt kért, azt hiszem 4-3-as vezetésünknél, de ez sem segített. Mert ez mondjuk egy nagyon csúnya gól. Amúgy persze szép maga a szituáció. Ha nem mi kapjuk, azt mondom, hogy torna egyik legszebb gólja. Nem is láttunk még fejes gólt a 7. futcál Európa-bajnokságon. Kár, hogy éppen mi kaptuk, és kár, hogy egy ilyen 165 cm magas cseh fejeli nekünk. Védekezésen meg is sehol nem voltunk. Igen, pont annál az időkérésnél azért vártuk, hogy valamit kitalál a mester, valamivel kirukkol, egy kicsit fölrázza a játékosokat, mert ott még meg lehetett volna fogni egy kicsit a mérkőzést. És amikor már senki nem hitte, akkor egyébként némi szerencsénk van itt, azt mondom, hogy a kapufáról visszapattan a labda. Bő fél perc van hátra, és tudunk gólt lőni. Gyurcsányi Zsolt végre betalál. Gyurcsányi egyébként jól játszott a mai meccsen, azért több gólpaszt adott.
ötöt, ez megint nekünk jó, de 39 másodpercet nem bírunk kihúzni. Igen, most talán ezt érdemes lenne még egyszer végignézni, hogy a 39 másodperc után hogy telt el, mert valóban ez egy olyan lélektani plusz kellett volna, hogy legyen. Szóval ötöt, döntetlen nekünk jó, csehek mennek a levesbe, mi megyünk az olaszok ellen játszani hétfőn, 39 másodperc. És persze megint lehozzák a kapusztacsehek, itt Balázs Zoli nagyot véd. Hát én azt mondom, de hát persze én abszolút magyar drukker vagyok, hogy itt a cseh fiú ráfekszik Balázs Zolira, aki nem tud visszanyúlni a labdáért. Tudjuk, hogy a cseh futszálember elég magas pozícióban van az UEFA-nál. Nem volt szabálytalan a cseh játékos? Elfogult vagyok? Igazából meg lehetett adni, mert amikor belépett a kapus elé, akkor tisztán, tehát akkor végül is ezt a labdához ért hozzá. Utána csúszott oda a mi kapusunk. De itt megint azt mondom, hogy két játékos is majd, hogy nem teljesen üresen volt a jobb oldalon a cseheknél. Tehát nem állt mellettük ember. Tragikus, tragikus tényleg. Tehát ha nem mi játszanánk, akkor nem mi játszottunk volna, akkor azt mondanám, hogy ezért szép ez a játék, hogy ilyen sok fordulat van egy adott meccsen belül is. De természetesen így, hogy a mi fiainknak ez most így nem sikerült, ez egy elég szomorú nap a sportágnak. Én igazából nem is nagyon tudok mit mondani. Én voltam a fiúkkal, ott voltam velük a edzésükön, beszélgettem velük. Én úgy láttam, hogy a mai meccsre pont legyőzték azokat a dolgokat, amiket le kellett az azeri vereséget követően. Tehát sokkal nagyobb hittel játszottunk, sokkal pontosabban. Megmutattuk, hogy tudunk futszálozni, de hát úgy tűnik, hogy a mai meccsen ez sem volt elég. Igen, és jól játszottunk. Tehát volt egy ilyen szemléletbeli változás is, ami lelki dolog, de a játékunkban is volt változás. Mindenféleképpen előre léptünk az első meccshez képest. Végülis a mérkőzés kétharmadába, több mint a felébe jobbak voltunk, jól játszottunk. Ez mindenképpen egy taktikai hiba, hogy ezt nem tudtuk így kivédekezni, hiszen a mi játékosaink is játsszák az emberelőnyt, mi is tudjuk, hogy ez ellen hogy kell védekezni, és itt egy picit kevesek voltunk ennél. 2005-ben egyébként Csehországban rendezték a futszál Európa-bajnokságot. Ha jól tudom, akkor a futszál Európa-bajnokság után a cseheknél hoztak a futszál vagy a futballszövetségben egy határozatot, hogy onnantól kezdve nem nagyon játszanak az országban 5+1-es kispályás focit, hanem áttértek a futszára az iskolákban, a grundokon, a tereken. Azóta 35 ezer igazolt futszáljátékosa van Csehországnak. A meccs elején már mondtam, hogy nekünk összesen a női futszálosokkal együtt van 1000 igazolt futszálosunk. Hát azt hiszem, hogy lehet, hogy érdemes nálunk is elgondolkozni azon, hogy az 5+1-es kispályás grundfociról át kéne állni a 4+1-es futszára, és akkor lehet, hogy 2-3 év múlva egy Európa-bajnokságon el tudunk érni sikert is. Igen, mert ezek az eredmények, amiket az utóbbi években elértünk, ez mindenképpen egy erőn felüli teljesítmény volt, tehát azt kell, hogy lássuk, hogyha nem lennének ilyen egyénileg jó játékosaink, akkor azért a sportág helyzete nem indokolná, hogy ilyen jók legyünk, úgymond. Tehát mindenképpen erőn felül teljesítünk, kell, hogy javuljunk, és valahol én se értem, mert ez olyan, mint hogyha 12-en játszanánk a nagypályás focit Magyarországon, és mikor valaki szól, hogy de hát 11 a szabály, akkor mi mondanánk, hogy nem baj, ez jó nekünk így, mert már régóta így játszunk, és ez milyen jó, hogy így elmegyünk tornákra, és mindig 12-en vagyunk. De ettől nem leszünk előrébb. És azért van például a Drót Zolinak a példája, hogy 2-3 évvel ezelőtt ő se tudta, hogy van ilyen játék, míg nem a Cetti Balázsék meg pár lelkes ember Győrbe elkezdte ezt a sportágat népszerűsíteni, csapatot indítottak az NB2-be, feljutottak az NB2-ből, és mostanra egy meghatározó játékosa tud lenni a magyar válogatottnak. Úgyhogy ha tényleg lesz akarat és szándék, akkor még tudunk ilyen gyöngyszemeket találni, és akkor előrébb tudnánk lépni. Gábor, köszönöm szépen neked a szakértő hozzászólásokat. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, bízom benne, hogy ezért nem ment el a kedvük a futszától. Hallódni mennek szép álmokat, ha valami más csinálnak, további kellemes időtöltést. Viszontlátásra! Viszontlátásra!